Köszönöm szépen. No, a kísérletek, amiket be fogok mutatni, azok kétfélék lesznek. Az egyiket, amiket macerás bemutatni, eszköz kell az esetre, lesz egy olyan, amit esetleg otthon magatok is megcsináltok. És akkor ebben kezdenék egy ilyennel. Az egyik legkedvesebb kísérletem, amikor megmutatom, hogy szívószáldudát hogyan kell készíteni. Ezt szinte minden előadáson megmutatom, főleg azért, mert a szívószálduda az tényleg otthon könnyedén el lehet végezni. Szívószálduda, világos, hogy szívószál kell. Ha várát is megnézzük, akkor ez a kísérlet ez alig kerül 3 forint 60 filérbe. Főleg, ha valaki nagyban veszi a szívószált, mint ahogy én is teszem. Első lépés, hogy megfogjuk a szívószált egy fogóval, és szép lassan, egyenletesen növekvő erővel elkezdjük húzni. És akkor ilyenkor a szívószál egy ponton el szokott vékonyodni. Így. Ezen a részen vékony lesz, és ebből ki fogunk tudni alakítani egy úgynevezett nyelvsípot. A nyelvsíp kialakítását egy ilyen két oldalú, és a végéből egy picit, hogy ne szúrja a nyelvünket. Ha megpuhítjuk ezt a nyelvsípot, mint egy bejáratjuk, akkor egy egyszerű kis hangot lehet ebben produkálni. A működése a szívószál nagyon egyszerű. A két nyelvecske között nagy sebességgel áramlik a levegő. A nagy sebességgel áramló levegőben lecsökken a nyomás. Ezt, hogyha valaki a fizika könyvekben szeretné tanulmányozni, a Bernoulli törvénynél kell tanulmányozni. A két nyelvecske mellett kívülről nyugalomban áll a levegő, és a nyomás különbség lesz az, amely a két nyelvecskét egy pillanatra becsukja. Ebben a pillanatban megáll a két nyelvecske között a levegő, kiegyenlítődik a nyomás, és a rugalmasság miatt kinyílik ismét a szívószál. És akkor ez a folyamat innen indul, kezdődik, kinyílik, becsukódik ez a nyelvecske, ezt elég gyorsan teszi, és azt kell tudni, hogy ilyenkor a levegőoszlop ebben a csőben megindul, megáll, megindul, megáll. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen lengés alakul ki, az egyik vége az nyitottnak számít, a nyitott végről is történik lengésnek visszaverődése, és ilyeténképpen egy álló hullám alakul ki ezen a megadott hosszúságú oszlopon. Azt hiszem, hogy jól megadni a hangját. Most ezt az oszlopot elkezdjük rövidíteni, akkor egy magasodó hangot fogunk hallani, valahogy így. Neki jól hallhatta azt, hogy ilyen nagyon egyszerűen elkezdeni egy ilyen szívószáldudát, és a szívószáldudával már rögtön fizikát tudunk, kísérletet tudunk elvégezni. Az a helyzet, hogy egyik alkalommal egy ilyen bemutató után azt mondta valaki a közönség közül, kisrác, hogy akkor vagy ügyes, ezt megcsinálod visszafelé is, és akkor elkezdtem. Meg a folytatás, és akkor praktikailag már is nézzük, hogy hogyan készül a szívószálnak a végére a nyelvsíp, tehát az első
akkor az első lépésünk megvan. Abban az esetben, hogyha a szívószálunk hosszát megmérjük, akkor előre meg tudjuk mondani, hogy melyik lesz a legmélyebb hang, amely ezen meg fog szólalni. A helyzet az, hogy ezek után megnézzük, hogy hol van ennek a fele. Ezen a félen egy oktávval magasabb hangot fogunk hallani. Vannak állításokat, amiket most ezen bemutatón nem akarnék igazolni, de higgyétek el, bárki kinyitja a fizikakönyvet, ha megfelelő helyen megtalálja ezt, a két végén nyitott sípak lelki világa című fejezetnél lehet megtalálni. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ha megfelezzük a szívószáldudánkat, akkor egy oktávval magasabb hangot fogunk hallani. És akkor az egy oktávon belül különböző számításokkal ki lehet. Például, ha itt elvágom, én ezt még valamennyit gyakoroltam, általában 10-ből 9-szer nem szokott sikerülni, tehát már úgy értem, hogy jól hangolt szívószál legyen. De akkor azt lehet látni, már két hangolt szívószáldudánk, és akkor így megfelelő helyen 7 lyukat készítünk, és akkor egy oktávos síp. És avval tulajdonképpen bárkit az őrületbe lehet kergetni. Mert hogyha a kísérlethez ajánlhatnék, éjjel 2 és 3 között kell csak a kísérletet elvégezni, minél közelebb a szomszédhoz, csak azért, hogy ő is megtudja, hogy a fizika az milyen hatalommal bír. Szóval higgyétek el, hogy ebbe bárki. Itt van egy kötél, hát ez egy ilyen elég hitvány kötél. A feladat az, hogy ugyan van egy tolló, meg fogó, meg minden egyéb szerszám, hogy próbáljuk meg ezt eltépni, ezt a madzagot a kézzel. A kérdésem az, hogy van-e a jelentkezők, vagy a közületek, aki a madzagot el tudja tépni. Én azt mondom, hogy tényleg csak ugyanrá jó erőben, ez tényleg nem egy vékony madzag. Azt tudom mondani, hogy ha fizikát megtanulja valaki, akkor a fizika tudással ez nagyon egyszerűvé mondhatnám gyerekjátékká válik. Itt az intézetünkben volt egy doktorandusz leányzó, aki rendszeresen fölkészült, amíg a doktori iskolába járt a nyitott egyetemi napokra, és ott ő mutatta be ezt a kísérletet. Sajnos nem tudtam elérni, pedig nagyon hatásos lett volna, mert 50 kilót éppen, hogy eléri, tehát mint egy harmad az én súlyomnak, majdnem, tehát na mindegy, viccet félretéve. Én megmutattam, hogy hogy kell ezt eltépni. Figyeljetek, az a lényege, hogy az ember megfelelő topológiával rátekeri a kezére a madzagot, és hogyha ez meg, akkor egy mozdulattal egy eltépjük. Na most, ezt a madzagot körbeadom, hogy tessenek leellenőrizni, hogy ez nincs preparálva. Tehát, akkor most megnézzük lépésről. És a madzagot elhúzom így a hüvelyk ujjam felé. Aztán saját magára rátekerem. Ha itt lenne gépészmérnök, akkor valószínűleg azt mondaná, hogy ha-ha, Károly a körülfogási szöggel manipulál. Tessék elgondolni a következőt, hogyha átalvettem így az ujjamat ezen a, vagy az ujjamon ezt a madzagot, akkor ugye ahhoz, hogy a madzagot meghúzzam, ahhoz itt körben surlódó erő kell ahhoz, hogy ez itt menjen. Abban az esetben, hogyha ezt többször saját magán túltekerem, így ahogy éppen az előbb is csináltam, akkor ezt innen egyáltalán nem lehet kihozni, és gyakorlatilag tessék nézni meg a nagy felület, egész biztosan nem fogja elvágni a kezemet. Tehát ez a biztosítéka ennek. Tehát ott tartottunk, hogy megvan a topológia, és akkor visszajövünk ebből az állapotból ezért a madzagért, és ide átvetem, és aki egy kicsit fizikában járatos, az azt fogja mondani, hogy itt 1, 2, 4 darab kötélág van, ez a 4 kötélág egy pont egyesül. Ez azt jelenti, hogy ha ez a
pont nyugalomban marad, akkor gyakorlatilag mindegyik kötélág a magadott irányban fogja kifejteni az erejét erre a pontra. Vagyis azt lehet mondani, hogyha valaki azt néz, akkor azt lehet mondani, hogy minimum megfeleztük az erőt, hiszen ugye egy ág, még egy ág, tehát akkor az erőnek a megfelezése. A másik rész nem a szög, annál nagyobb úgynevezett erőfokozó fog létrejönni. A másik kezemre kell most már csak rátekerni a madzagot, és ezt pontosan úgy sem, hogy az előbb csináltam, saját magára rátekerem, így, legalább kétszer a mancsomra, amire oda kell figyelni, hogy kicsit hosszabb legyen. És akkor most egy olyan dologról fogok mesélni, ami nem kimondottan fizika, de a fizikai törvények egy alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy ezt a madzagot többféleképpen lehet igénybe venni. Az egyik az, hogy az ember fogja, és egyre nagyobb erővel húzza. Feszülni, és megrántjuk a kötelet. Ezt a gépészmérnökök úgy mondják, hogy dinamikus erőhatás. Ha valaki ezt a dinamikus erőhatást el akarja képzelni, akkor képzeljünk egy diagramot, hogy ebbe az irányba az erőt vesszük föl, ebbe az erő irányba pedig az időt, akkor az idő függvényében egy ilyen nagyon magas és egy nagyon rövid impulzusszerű erőt fogunk kapni. Na ez az erő sokkal nagyobb igénybevétel egy általában egy anyagnak, mint hogyha egyenletes erővel nyomjuk. Ugye az a statikus igénybevétel. Van egy harmadik igénybevétel, amit a mérnökök használnak, az az úgynevezett lengő igénybevétel, de hát itt ezt a kötélnél nem tudjuk megcsinálni, nem tudom, tudjátok-e miért. Egy rendőr viccel hadd magyarázzam el ezt. Ugye két rendőr találkozik, és húzza az egyik a maga után a madzagot, és kérdezi a másik, hogy miért húzod a madzagot. Hát azért, mert próbáltam tolni, csak nem ment. Tehát igazából az erő, amikor ugye a lengő igénybevételt szeretnénk megmutatni, az azt jelenti, hogy a húzóerőből nyomóerőt is kellene csinálni, ha lenne egy pálca, az összefele is lehet nyomni, meg szét is lehet húzni a két végét. Ilyenkor az erő igénybevétele előjelet vált, hogy hol pozitív, hol negatív. Hát ezt itt a madzagnál nem lehet, de azt megtehetjük, hogy egy hirtelen mozdulat elrántjuk, és akkor könnyedén megy. Másik darabot is körbeindítjuk. A fizika hasznosságáról szólt ez a kísérlet, tehát ez azt jelenti, hogy meg tudjuk, hogy mire jó még a fizika, azon kívül, hogy mi fizika tanárok a gyerekeket órán gyötörjük. És akkor van egy olyan kísérlet, amit szeretnék itt az óra elején elindítani, ez a jégvágás kísérlet. A kísérlethez itt vannak az eszközök, ez egy állvány, amiben bele fogunk tenni egy jégtömböt. Ez a jégtömb, hát nemrég a hűtőgépben volt még, és ezt most át fogjuk vágni egy vékony madzaggal. Az átvágásnak az a lényege, hogy itt van egy madzag, a közelülők sem biztos, hogy jól látják, mert nagyon hát szépen eligazítjuk, és aztán elengedem, így, és akkor azt látjuk, hogy megfeszül az acéldrót. Ha esetleg a Gergőt rá tudom venni, hogy ezt a részt mutasd meg kérlek egész közelről. Ez a rész azért izgalmas, mert már látjuk, hogy a rövid idő elteltével a drótok ott a jégkorkának a széleinél igen nagy nyomást hoztak létre, és a elemet cserélni, most tettem bele újat. Jó. A lényege a dolgoknak az, hogy ez a saroknál viszonylag nagyobb erőhatások vannak. Ennek a nagy erőnek a hatására nagyon kicsiny felületen nagy nyomás jön létre. Ilyenkor a
jégnek a halmazállapot változása következik be. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb halmazállapotváltás az nyomásfüggő. Ez azt jelenti, hogy amikor nagy nyomás jön létre, akkor a jég a nagy nyomás hatására megvad. Még akkor is, hogyha a hőmérséklet alacsonyabb, mint 0 fok. Ilyenkor a végig fog történni, végül kísérlet folyamán ez történik, hogy lesznek olyan helyek, ahol a jég és az acél között nagy nyomás van, hogy ott a jég megolvad, vízhalmaz állapotú lesz, kívülre kerül, és ott visszafagy. És tulajdonképpen a kísérletünk a végén azt fogjuk észrevenni, a drót is egybe marad, a jég egybe marad, és mégis ki fog szabadulni a drót ebből a fogságából. Amikor ezt fizikailag be szoktuk mutatni ezt a kísérletet, akkor jellemzően az szokott történni, hogy elindítjuk az óráin a kísérletet, mindenki dolgozik, teszi a dolgát, a tanár a táblára ír, a gyerekek a füzetbe, és amikor ez leesik, akkor egy nagyon zöttyen, és akkor mindenki ilyetében húz egy ilyen vonalat, ami leír a papírról. Innen lehet tudni, hogy melyik nap volt bemutatva a jeges kísérlet. Körülbelül 30 perc múlva fog ez bekövetkezni, szerintem ne foglalkozzunk vele, akkor, amikor ez majd lejön, akkor azt onnan fogjuk tudni, hogy kopan egyet. Tehát nagyon egyszerű a feladatunk. Ha most megnézi valaki, akkor szabad szemmel már kínálámmal lehet látni azt, hogy hol van a jég, hisz a jégben a drót olyan gyorsan megy a folyamat, tehát azt lehet mondani, hogy itt a kivetelnél lehet igazából látni. No. A következő kísérlet az egy olyan kísérlet lesz, amelyet nagy szeretettel mutatok be. A kísérlet halmazállapotváltozásról szól. A kísérlet neve az, hogy kriofor. Magát a kriofort, mint eszközt szeretném itt megmutatni. Ez egy zárt üvegedény. A zárt üvegedénynek van két alakú tartája és egy ilyen hengeres alakú tartája. Ezekben, amikor elkészítették az üvegesek, akkor ide belülre tettek vizet, és gyakorlatilag a víz megfagyasztása után ezen a csonkon keresztül kiszivattyúzták az összes levegőt. Vagyis a megfagyasztott víz fölül kiszivattyúzták a vizet, a vízgőzt és minden egyebet. Azt kell mondjam, hogy ekkor ebben az állapotában leforrasztották. Tehát akkor most ebben a edényben a víznek a szobahőmérsékletén mért gőznyomása van, tehát egy nagyon alacsony nyomásról beszélünk. A kísérletben, amiben folytatni fogom, az lesz a lényeg, hogy cseppfolyós nitrogénnel le fogjuk hűteni az alsó tartályt. Az alsó tartály lehűtése után kezdődnek az izgalmak, és a következőt kell elmondjam. Elsőként mindenkinek figyelmét, hogy az üveg az nagyon rossz hővezető. Mivel az üveg nagyon rossz hővezető, és csak itt fogjuk lehűteni, az üvegen keresztül hőelvonás ebből a felső részbe esélytelen. Tehát ezt nagyon fontos elmondani. Azért fontos ezt elmondani, mert akkor szerintem csinálom a kísérletet, és nem lövöm előre le a poént. Tehát cseppfolyós nitrogént öntök ebbe a tartályba, és a cseppfolyós nitrogén segítségével az alsó tartályt le fogjuk hűteni. A fiúkkal megbeszéltük, hogy amennyire lehet, akkor mindig elmondom, hogy én hova néznék. Annyit állítok, hogy egy egész kicsit így elfordítom. Jól látsz? Oké. Akkor most annyit fogok tenni, hogy lemeljük, és majd visszateszem az eredeti magasságába, de elébb betesszük a cseppfolyós nitrogént, így. És hűtsük le. Ilyenkor az fog történni, hogy az edény fala a cseppfolyós nitrogén lehűl, és ahogy az edény fala lehűl, a levegőben, ott abban a gáztérben levő vízgőz le fog csapódni. És ott helyileg lecsökken a nyomás, ennek hatására itt fölül elkezd erősen párologni a víz, és azok a molekulák fognak belőle elpárologni, amelyek ott benn a legnagyobb mozgásenergiával bírnak, vagyis, egy picit meg fogom lökni, lássuk azt a pontot, amikor
mozgásárba vált kísérlet. Tehát az fog történni, hogy a legnagyobb mozgásenergiával levő molekulák fognak onnan elszabadulni, akik ott maradnak, azok egyre kevesebb és kevesebb mozgásenergiával bírnak. Aki a fizikának ezt a részét a hőtan tanult, akkor rá fog jönni, hogy ennek hatására meg fog fagyni ott fölül a víz. Néha, olykor-olykor előtte egy-egy erős buborékfejlődés történik, most nem történt, már a víz megfagyott. Itt a közülők talán jól látják, a távolülők számára pedig azt meg tudjuk mutatni, hogy kinyitom ezt az edényt, így, és hogyha ezt én így elfordítom, akkor szerintem mindenki jól látja azt, hogy ez megfagyott. A közelülők kedvéért szerintem innen alulról Gergőnek megmutatom, hogy nézd meg, milyen szépen lehet követni azt, hogy hogyan nőttek ide a kristályok, jégkristályok, tehát a tetején egy körülbelül 4-5 mm vastag jégkristály van. Az első sorban ülők kedvéért megmutatom, hogy ez jól látszik. Akik itt előülnek, gyönyörű kristályokat lehet látni. Ez nem ön volt, hanem... Oké. Visszatérünk rá, ezt a kísérletet szeretném befejezni, tehát tulajdonképpen a kriofort bárhol itt megtapogatjuk, akkor azt lehet látni, hogy nem a hővezetés volt az, ami megfagyasztotta, hanem a nagyon heves párolgás, ugye a párolgásról azt tanítják, hogy az hőt von el, az a fönti rész pedig szépen fogta és megfagyasztotta. Akkor térjünk vissza ez a kísérlethez. Látom, sikerült megijedni. A kísérletben szeretném megmutatni, hogy itt van a drót, egyben van, és ha nagyon akarnánk, kezdhetnék előről. Szavazzuk meg, hogy csináljuk-e meg még egyszer. Kezeket fel. Jó, egy ember fölrakta, akkor már egy emberért is megcsináljuk. Ez az egy ember én voltam. Úgyni. Tehát, akkor a kísérletet kezdjük előről. Ugye ez a Clausius-Clapeyron egyenlet írná ezt le, hát az amennyire tudom, az középiskolában nem törzsanyag, és hát akkor nézzük meg, hogy a következőkben szerintem jól látszik, hogy hogyan fog elmélyedni benne a drót, és ez a drót, ahogyan egyre lejjebb és lejjebb, folyamatosan az történik, hogy a drót alatt megolvad a jég, kijön alul a nyomás lecsökkentével visszafagy, és akkor mindenki látja, hogy a jég is, meg a drót is egybe marad. Tehát a kísérletünkre elmondhatjuk, hogy sikerült. Ha már ilyen fagyos dolgokról beszéltem, akkor van egy kedvenc kísérletem, pillanat csak hova tettem le. Aha, itt van. Ez a kísérlet, eszköz, az egy erős mágnes, pofa, tehát ez a patkó alakú mágnesnek ezen a résén egy csavarokkal állítható légrés van. Itt nagyon erős mágneses tér van a két pofa között. Ezt azt lehet mondani, hogyha valakinek az mondva, hogy 7/10 tesztérőség van, akkor kivesszük ezeket a szűkítőket, és 1 cm távolságra tesszük be. A szűkítők segítségével ezt az 7/10 teszlát mintegy meg tudjuk duplázni, tehát olyan közel 1,2 teszla térerősség van itt. Ebben a térerősségben már kimutathatóvá válik az a jelenség, amit úgy hívunk, hogy paramágneses jelenség. A paramágnesség az az anyagok mágneses tulajdonságai közül az egyik. Ha fel akarnánk sorolni, akkor a leggyengébbet mondom előről, a diamágnesség, a paramágnesség és a ferromágnesség. Az egyszerű emberek, akik nem nagyon tanulnak fizikát, azok azt mondják, hogy vannak a mágnesezhető anyagok, ezek a ferromágneses anyagok, és vannak a nem mágnesezhető anyagok, ezek a para- és diamágneses anyagok. Ezt azért is lehet nyugodtan mondani így hétköznapi néven, mert ezek 1 milliómod, 100 000 nagyságú erő, tehát a ferromágneses hatásnak a 100 000-e, 1 milliómod a nagyságrendébe esik. Hát az átlag ember azt mondhatja, hogy hát ezek nem foglalkoznak a mágneses térrel. Valójában megmutatható, hogy mind a diamágnesség, mind a paramágnesség egy kölcsönhatás. Az egyik egy taszító erő, a másik pedig egy vonzó erő. Ez utóbbiról szeretném megmutatni ezt. És akkor a kísérletet úgy fogjuk folytatni, hogy a cseppfolyós nitrogénnel egy kicsit közelebbről megismerkedünk. A cseppfolyós nitrogént egy
úgynevezett kettős falu gyuháredénybe fogom beleönteni. Ez a kettős falu gyuháredénynek az az értelme, hogy a hőszigetelésre nagyon jó. Érdemes megnézni, hogy hogyan forr, milyen hevesen forr a cseppfolyós nitrogén. A cseppfolyós nitrogén miközben forr, a számára forró edényt lehűti, amit ilyenkor érdemes, nagyon érdemes megnézni, hogy itt ezen a részen már nedvesíti a cseppfolyós nitrogén, itt fölötte nem nedvesíti a cseppfolyós nitrogén az edény falát. Ez azért van, mert olyan heves a forrás, hogy a forráskor keletkező gázok nem engedik a tartály falához odaérni a cseppfolyós nitrogén. Tehát most már a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletére lehűlt a tartály. Meg tudjuk nézni, egy ilyen kristálytisztán átlátszó vízhez hasonló folyadék, ez a cseppfolyós nitrogén. Ebből a cseppfolyós nitrogénből egy keveset fogok ideönteni a pofák közé. Volt erre egy olyan elgondolás, ezért hoztam én fehér dobozt, hogy legyen háttere ennek. Tehát ide szépen föltesszük, és a cseppfolyós nitrogént ide a pofák közé öntöm, és azt fogjuk látni, hogy a cseppfolyós nitrogén a pofák között nem csinál semmit. Ha kicsit hosszabban ott tudna maradni, akkor azt tapasztalnánk, hogy oldalirányba egy erő kilöki a cseppfolyós nitrogént a mágneses térből, a mágneses pofák közül. Így. Hát, hogyha ezt megfigyeltük, akkor a kísérletünk elején azt mondjuk, hogy egy diamágneses anyaggal foglalkozunk, valaki utána néz a cseppfolyós nitrogénnel, tulajdonságaival, akkor azt fogja tapasztalni, hogy a cseppfolyós nitrogén diamágneses. Most csinálunk egy anyagot, amely paramágneses, és ez egy különleges eszközre van szükség. Azért különleges, mert különlegesen jól be lehet mutatni vele a kísérletet. Tehát teszünk ebbe egy kis cseppfolyós nitrogént, így. A cseppfolyós nitrogéntől le fog hűlni az edény fala, és egyszer csak, és ez jól hallható módon kezdődik, egyszer csak azt fogjuk látni, hogy az edény meg fog nedvesedni, pontosan addig a magasságig, addig áll benne belül a cseppfolyós nitrogén. Most ebben a pillanatban kezdődik az alján a nedvesedés, jól hallható, tehát oda se kell figyelni, meg lehet mondani. Szerintem mindenki jól látja, hogy a cseppfolyós nitrogén eddig van benne, e fölött nem jön létre a folyamat, ez alatt pedig létrejön, és ez a folyamat eredményeként egy folyadék folyik lefelé, ezt itt jól meg lehet figyelni, ezt a folyadékot fogjuk föl ebbe az edénybe, ezzel a folyadékkal fogunk kísérletezni. Akkor az a helyzet, hogy egy kicsit a pedagógiai módszerek között a rácsodálkozásnál tartunk most. Most megpróbáljuk közösen megtalálni azt, hogy mit jelent ez a folyamat, vagy mi történik ebben a folyamatban. Próbáljuk meg közösen megtudni, hogy mi lehet ez a lecsöpögő folyadék. Van valakinek ötlete? Tanárok is jelentkezhetnek. Jó, ez vicc volt. Tehát parancsolj, mondja, de az a kérés, hogy jó hangosan mondjad. Tehát akkor azt mondod, hogy azért ismétlem meg, hogy jól értettem-e, meg hogy mindenki hallja, hogy akkor a levegőnek a párája csapódik le, erre tippelsz. Az a helyzet, hogy meglátjuk, hogy nem az. Onnan fogjuk tudni, hogyha megnézzük, akkor a folyadék, amit összegyűjtünk, akkor ez ilyen fehéres. Ha még tisztább lenne, akkor türkiz színű lenne. Tehát ez egész biztosan mondhatjuk, hogy nem a levegőnek a párája, hanem valami más egyéb. Ha a levegőből csapódik ki, ez idáig jó. Próbáljuk meg megnézni, hogy a levegőnek milyen komponensei vannak, és ezekből a komponensekből melyik lehet az, amelyik ide, erre az edény falára lecsapódik. Megint lejött a drót. Úgy látszik, ez egy nagyon népszerű kísérlet, hogy minden alvót fölébreszt. Tehát akkor az a kérdés, akkor tovább mindig feszeget minket, hogy vajon milyen folyadék lehet az, ami itt van benne. Parancsolj! Nitrogénoxid. Hát azért az csak nincs ennyi a teremben. Tehát a lényege az, hogy én azt gondolom, hogy elárulom, hogy a cseppfolyós
sodáshoz, tudnunk kell, hogy mi van a levegőben, hát a legnagyobb százalékban, ugye 78%-ban nitrogén van, de a nitrogén az annyira nem hűti le a külső részét, hogy oda nitrogén csapódjék le, tehát akkor a nitrogént kizárhatjuk. Az ezután következő 21%-ban található benne oxigén, és az oxigénnek tudjuk, hogy a hőmérséklete, ahol csepp folyósodik, az mínusz 183 Celsius fok, tehát egy kicsivel magasabb, mint a cseppfolyós nitrogén forráspontja, tehát tulajdonképpen is megtaláltuk ezt a folyamatot, tehát cseppfolyós oxigén csapódik le ide kívülre. A folyamatot egyébként te jól találtad el, csak egy kicsit azon a hőmérsékleten ez így nem így jön el, rögtön jéggé fagyna, ezt nem tapasztaljuk, és akkor ezzel fogunk kísérletezni. És most érdemes megnézni, hogy akkor, amikor én a cseppfolyós nitrogént a cseppfolyós oxigént ideöntöm a pofák közé, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy az a cseppfolyós oxigén a pofák között ott marad. Ez azt jelenti, hogy a mágneses hatására egy vonzóerő jött létre. Annyit fog tenni, hogy szépen elmegyek, megmutatjuk ezen a részen is, tehát mindenki, aki eljött, azért próbálunk valamit kedveskedni. Tehát ennek a szektornak is én ideöntöm a cseppfolyós oxigént, és figyeljétek meg, hogy a cseppfolyós oxigén az amíg a cseppfolyós az egy ott marad a mágneses térben. Mutatom még egyszer. Hát az a helyzet, hogy ha valaki föltesz a kérdést, akkor ezt a kisetet odasorolom, hogy ezt azért otthon ne próbáljátok megcsinálni. Főleg azért, mert éppen most szigorították meg a cseppfolyós nitrogén szállításának a feltételeit, tehát eljöttünk ide is. Azt fogjuk csinálni, hogy a cseppfolyós oxigént időntjük a pofák közé, és nézzétek meg, hogy a pofák között a cseppfolyós oxigén ott marad, nem potyog le, hanem ameddig oxigén folyadékhalmaz állapotú, addig nagyon jól láthatóan ott marad a pofák között. Természetesen a pofák azok igyekeznek fölforralni, tehát magyarán ez azt jelenti, hogy nem túl sokáig tudunk a dologban gyönyörködni. A cseppfolyós oxigén mínusz 183 fokon forr, és ez a forrás, ez egy igen heves folyamat. No. A cseppfolyós oxigénre szoktam csinálni még egy kísérletet, de ma már idén már nem reszkírozok. Ez a kísérletet úgy szoktam írni, ez a 30 ezer forintos kísérlet. A kísérlet abból szokott állni, hogy a cseppfolyós oxigénbe beleteszünk egy cigarettát, és azt meggyújtom. De mivel hogy a közintézményekben cigarettával nem nagyon lehet menni, ezért erről leszoktam. Ez a 30 ezer forintos díjat, ezt nem vállalom be, az intézet nem tudná kifizetni. Na jó. A következő kísérlet, amit szeretnék megmutatni, szintén egy halmazállapot változás. Ez a halmazállapot változás egy ilyen kis tégelyben fogom bemutatni. A halmazállapot változás megfigyeléséhez szükség van egy edényre. Ebbe az edénybe fogjuk betenni az anyagot, amellyel kísérletezni fogunk. A kísérlet a cseppfolyós, a száraz jégnek a szublimációjával kezdjük. A száraz jég, azt hiszem, hogy jól lehet látni, ez egy ilyen fehéres anyag, és ez a fehéres anyagból, ugye ez egy ilyen nagyon hideg, mínusz 78,5 fok hideg, ilyen kis rudacskákból álló valami ez a száraz jég, az van ráírva a biztonsági lapjára, hogy tilos kézbe fogni, ez természetesen a fizikusokra nem vonatkozik, meg a fizikatanárokra. Annyit szeretnék elmondani, hogy akkor, amikor a száraz jeget beszéljük normál nyomáson egy ilyen edénybe, akkor a száraz jégből folyamatosan gáz keletkezik, ennek a gáznak a sűrűsége sokkal nagyobb, mint a levegői, ezért alul felé kiszorítja a levegőt, és aztán végül itt oldal kiszokott hömpölyögni. Ezt persze nem mindenki szokta elhinni, éppen ezért én hoztam egy kísérletet, amivel szeretném ezt megmutatni. Tehát
itt van egy gyufa, ezt a gyufát szép lassan ebbe az edénybe meg fogjuk mártani, és ki fogjuk mutatni, hogy itt tényleg olyan mennyiségű gázhalmaz állapotú széndioxid van, amely az oxigént, az égéshez szükséges oxigént kiszorítja, tehát az égés nem lehetséges ezáltal. Szerintem ez jól látszik, pontosan abban a magasságban kell betenni, ahol a széndioxidnak a teteje van. Lehet ebben játszani, olyat is lehet játszani például, hogy azt mondom, hogy addig tudom tartani a gyufát, ha éppen jó kedvem van, hogy az ujjamra biztosan nem fog ráérni, hát csak ráégni, csak annyit kell tenni, hogy ide teszem, és egyszer csak fogja magát, és elalszik. Hát itt nyugodtan tarthatom, itt mellette pedig ráégne a körmömre. A száraz ég sublimációját láttuk, és a száraz ég megolvasztásával fogjuk folytatni a kísérletet. A száraz ég megolvasztásához, ugye az átlag ember azt mondja, valamit meg akarunk olvasztani, akkor gyújtsunk alá, és az majd úgy jó lesz. Hát, hogyha alá gyújtanánk, mondjuk ez egy műanyagból készült főzőpohár, ha alá gyújtanánk, akkor ugyanez a folyamat jönne, tehát akár mekkora hővel is próbálkoznánk, folyadékhalmaz állapotot nem találunk. Próbálkozzunk egy másik úton, és az a másik út az az lesz, hogy keresünk egy száraz ég darabkát, ide beteszem ebbe az edénybe. Ez az edény egy vastag falú, polietilén tereftalát előgyártmány, ebből szokták fújni a fél literes palackokat, tehát ez egy nagyon vastag falú, nagy nyomásálló képességű, tehát ide betesszük, és akkor én azt fogom csinálni, hogy egy kupakkal lezárom. A kupakkal azért zárom le, mert szeretném azt, hogy belőle ne tudjon megszökni szabadon a gáz, mint ahogy itt, vagyis ebben az edényben a nyomás meg fog növekedni. A nyomás növekedést, ezt azért rakom ide, hogy a kísérleti során ott a kamerával ezt lehessen követni. Na tessék, így. Azt fogjuk tapasztalni, jelen pillanatban még az edényben csak széndioxid van és száraz jég. A széndioxid és a száraz jég együttesen nem nedvesíti az edényt. Akkor, amikor elindul az olvadási folyamat, akkor majd azt fogjuk látni, hogy ezen a részen már szerintem itt megy a folyamat, ezen a részen itt körbe megnedvesedik az edény fala és a száraz jég között az edény fal között a kémcső, és gyakorlatilag megolvasztottuk a száraz jeget. Ehhez nem kellett más, mint hogy körülötte megnöveljük a nyomást. Tehát akkor nem csak hevítéssel, hanem nyomás növeléssel is lehet a száraz jeget megolvasztani. Én talán ahogyan az előbb is tettem, elhozom ide erre a szélső részre is, tessék, nézzétek meg, hogy a szilárd, cseppfolyós és légnemű halmaz állapotban megtalálható a széndioxid. Azt kell mondjuk, hogy itt is mutatom, nézzétek meg, tehát szilárd, cseppfolyós és légnemű halmaz állapot. Ha maga, valaki ezt a folyamatot szeretné tanulmányozni, akkor kénytelen lesz elővenni a fizika könyvben a száraz jégnek a halmazállapot, tehát leíró egy diagramot, a fázisdiagramot, és a fázisdiagram meg fogja mutatni, hogy ebben az esetben az állapotváltozásokat jelző vonalak egy pontba futnak be, az úgynevezett hármas pontba. Itt most ez az anyag a hármas pontban van. Ez azt jelenti, hogy pontosan meg tudjuk mondani, hogy mennyi a hőmérséklet, és mennyi a nyomás. Ezt mindaddig meg tudjuk tenni, amíg a három halmazállapot együtt van. Ha az egyik halmazállapot, a szilárd halmazállapot eltűnne, azt akkor az rögtön azt követni, hogy én lehasalnék az asztal alá fedezékbe, mert akkor hirtelen a nyomás meg fog növekedni. Most mínusz 55 fok Celsius hideg mind a három halmazállapot, és az edényben uralkodó nyomás a légkörű nyomásnak alig 5,5-szerese. Abban az esetben, ameddig megvan a három halmazállapot, ez a két állapotjelző, tehát a hőmérséklet és a nyomás nem fog megváltozni. Nézzük meg, mi
fog történni akkor, hogyha az edénynek a tetején levő szelepet kinyitjuk. Tehát ez azt jelenti, ez egy egyszerű gépjármű szelep. Ezt a gépjármű szelepet, ha én kinyitom, akkor ki tudunk engedni széndioxidot, le fog csökkenni a nyomás. Így. És nézzétek meg, hevesen elkezd forrni a folyadék, és olyan rohadt hevesen forr, hogy közben megfagy. Hogyha most én kinyitom ezt az edényt, akkor mindenki megfigyelheti, hogy itt van szilárd halmaz állapotban a széndioxid. Gyorsan visszarakjuk, már csak azért is, mert azért tényleg hideg. Két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik, hogy lényegesen többnek tűnik a térfogata, a széndioxidnak a térfogata, mint a kezdetén volt. Senki ne ijedjen meg, az anyag megmaradás törvénye továbbra is igaz, sőt, még kevesebb van benne, mint annak előtte, csak a buborékok, amikor nagyon hevesen forrt a folyadék, belefagytak, és porózus, ilyen hódaraszerű lett. Ugye ezt már szénsav hónak hívják ezt így ebben a formában. Az a nagyon fontos dolog, hogy most kezdődik előről a folyamat, ahogy a nyomás elkezd növekedni, ez a hó elkezd így egyre jobban és jobban összerogyni, aztán előbb-utóbb megjelenik a latyak, pontosan olyan viselkedni, mintha majd lesz hó, és az itt megint elkezd olvadni. Egyre kisebb és kisebb lesz az albedója, tehát a fehérsége, tehát hogy mennyi fényt ver vissza, egyre kisebb lesz, kialakul a latyak, lehet látni, hogy rövidesen összeroskad. És akkor tulajdonképpen ezt a széndioxidot itt ebben az edényben már másodjára olvasztjuk meg. Jól lehet, ez az itt levő, ez pedig egyáltalán nem óhajt megolvadni, tehát ez esélytelen ebben. Addig, ameddig ez még egyszer megolvad, azért egy apróságot hadd mondok el. A fizikát azért szoktuk tanítani, mert hogy a fizikát tudásunk beépül abba a társadalomba, amelyben élünk. Ugye, ha valaki körülnéz, akkor lényegesen egyszerűbben élünk, sokkal több kényelmi dolgunk van, mint mondjuk a fizika tudás megszerzése előtt. És tulajdonképpen, amikor ezeket a folyamatokat megmutatjuk, akkor nem az az elsődleges cél, tehát világos, hogy az emberek néha összekeverik a célokat és az eszközöket, hogy az elsődleges cél, hogy a diákot, az ember egy fizika órán megalázza, hogy nem tudod már megint, nem tudod, fiam, kapsz egy-egyet, stb. De nem erre megy ki a fizika dolog, hanem olyasmit szeretnénk megmutatni ezzel a kísérlettel, ami a mindennapi életben tényleg egyszerűvé teszi az életünket. Itt megmutatom nektek is, hogy hogyan fog ez itt rövidesen forrás közben megfogni. Tehát az úgy kell elképzelni, hogy kiengedjük a gáznyomását. Nézzétek meg. Úgy sem, hogy lehet látni, hevesen forr, és olyan hevesen forr, hogy közben megfagyott. Jó. Tehát akkor ugye az a cél ennek a kísérletnek, hogyha megismertük, hogy a széndioxid megváltoztatjuk a nyomását, akkor a nyomás hatására a forráspontja megváltozik, a halmazállapot változásának viselkedése megváltozik, elhozom ide is, ne aggódjatok, megváltozik, és azt szeretnénk megtudni, hogy az a mindennapi életben ez a jelenség a széndioxidon kívül másutt is használható-e. Ez egy nagyon fontos dolog. Ki az, aki tudna mondani erre példát, hogy a nyomás hatására egy olyan anyag, amelyik egyébként nem szublimál, el kell szublimálni, vagy ha úgy tetszik, a hármas viselkedést kihagyva szublimálni kezd valami. Tehát, ha nagyon sugalmazó kérdést szeretnék föltenni, hogy a pedagógiában ismerős ez a fogalma, hogy sugalmazó kérdés, hogy tud-e valaki kulimináris örömöt felmutatni ennek a jelenségnek alapján? Nem tudom, mennyire világos. Lehet tovább fokozni a kérdést, a fordított kérdéssel is foglalkozhatunk, hogy tegye föl a kezét, aki egészen biztosan még sohasem használtak föl ezt a folyamatot arra, hogy kulináris élvezetekhez jusson. Na most, akkor most jött be mindenki a csőbe, hiszen a kérdést nem úgy tettem föl, hogy tegye föl a kezét, aki már használta, hanem aki nem használta. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy itt megfordult a dolog, bárkit felszólítanám, akkor mondj egy példát, hogy pontosan mi történt, te vagy hogyan örültél ennek. Na, nem fogjuk ezt csinálni, csak tessék végig gondolni a következőt. Messziről indítunk. Hogyan lehetne csinálni, és főleg a lányokhoz fordulok, levesport?
levesport hogyan lehetne csinálni. Az biztos, hogy ha én nekilátnék levesport csinálni, biztos, hogy úgy kezdenék hozzá, hogy vennék egy jó levest, alágyújtanék, és addig várnék, amíg az összes víz elszmegy belőle. Véletlenül az a legvégét már orrcsíptetővel kéne végrehajtani. Na most akkor egy pillanatra itt megállunk, még csak gondolkodjatok, és itt ennek a résznek is megmutatom, hogy hogyan fog forrás közben a széndioxid megfagyni. Tehát itt lehet figyelni, engedjünk ki belőle egy keveset, hevesen forr, olyan hevesen forr, hogy rögtön meg is fagy. Szép, nem? Olyan szép, hogy ebben fogunk álmodni. Na tehát azt szeretném elmondani, hogy ebben a kísérletben az is zseniális volt szerintem, hogy a forró és a fagyos, ugye ez általában a népnél az két különböző, nagyon távoli dolog. A forróra azt mondjuk, amely forrásban levő, tehát bugyog, ezt lehet mondani. A fagyos az, amikor pedig a szilárd halmaz állapotból folyadék lesz, vagy a folyadékból szilárd halmaz állapot, és ez általában nagyon távoli dolog. Vegyétek észre, hogy ebben a kísérletben ugyanazon a hőmérsékleten forrt, és ugyanazon a hőmérsékleten fagyott meg a széndioxid. Tehát a forró és a fagyos itt fizikában akár azon a azonos hőmérsékleten is előfordulhat. No, de térjünk vissza a dologra, mert nem hagy engem a kulináris élmény, nem hagy nyugton. Tehát akkor az a helyzet, hogy hogyan csinálnánk levesport. Nagyon egyszerű a dolog. Ahogyan csinálják, rá fogunk érezni erre a dologra, a levesport, az beleteszik egy szép nagy tepsibe, berakják egy hűtőgépbe, megfagyasztják, és ez a hűtőgép olyan, hogy rá van kapcsolva egy erős vákumszivattyú, és kiszivattyúzzák onnan az ott levő gázokat. És akkor folyamatosan azt történik, hogy az alacsony hőmérsékleten, tehát ilyen mínusz 20 Celsius környék, folyamatosan szivattyúzzák ki belőle a levegőt, egy idő után már a vizet fogják tudni kiszivattyúzni, és minden ott marad a vízen kívül. Ezt fagyasztva szárításnak vagy liofilizálásnak hívják, nem csak levesporral csinálják, tehát aki azt mondja, hogy még levesporból lemevett levest, az világos, de így csinálják a kávét, a Nescafét, így csinálják a Nescakaót, és tulajdonképpen így csinálták először az első sűrített tejet, illetve a tejpor készítményeket. Hát egyébként szerintem akkor nincs olyan, aki ebben nem lett volna, levet volna, a részt, gyanítom. Így hát mindenkit nyugodtan föl lehetett volna szólítani. Egyébként a fejlődés az egy megállíthatatlan. Most legújabban egy olyan por van, amihez vizet öntünk, és víz keletkezik. Ez a legújabb termék. Ez a fagyasztva szárított vízpor. Úgyhogy... Jó, menjünk egy kicsit a kísérleteinkben tovább. Ide még egyszer megmutatom, hogy ez a drót még mindig egybe van, jól lehet, már kétszer átvágta a jeget, és azt lehet mondani, hogy a jég is egyben van, a drót is egyben van, tehát a kísérletünk az immár kétszer megijesztette a kameramant, úgyhogy szerintem mára érjük be ennyivel. Azt szeretném mondani, hogy a következő kísérlethez egy pillepalackot készítettem elő. Ez a pillepalack, ez olyan, hogy ha megpróbálná valaki így a kezével összenyomni, hát nem biztos, hogy menne. Megpróbálod? Tedd meg, hogy így fölteszed, és amennyire tudod, így nyomd össze, így a fejed fölött. Ta nem megy. Öreg emberesen remegett a fejed, de ez a varról nekem sem menne. Tehát most nem akarok nagyon különösen szerepelni, de ilyenkor szoktam azt megtenni, hogy fogom ide, fölállok és ráállok, de nézzétek meg, hogy így teljes testemmel sem tudom összenyomni, tehát ebben tényleg nagy erő van. És most arra készülök, hogy közösen a szellemi energiánk segítségével rágondolunk, rákoncentrálunk, és azt mondjuk, hogy te palack, horpadj össze, ezt fogjuk mindannyian kívánni. Ez egy mentalista kísérlet lesz. Ide beteszem a mentalizmus szentélyébe ezt a pillepalackot, és annyit szeretnénk, hogy közösen arra fogunk koncentrálni, én még segítek tovább sugározni az energiát, hogy te horpadj össze, ezt fogjuk közösen gondolni. Persze, hogy a dolog sikerüljön, engedjétek meg, hogy egy egész kevés nitrogént aláöntsek.
nem kell sok, csak egy egész kevés. Azt is mondhatnám, hogy a cseppfolyós nitrogén fürdő az kb. 3, maximum 4 mm mélységű, és gyakorlatilag, ha most közelebb megyünk hozzá, és elkezdünk koncentrálni, akkor fogja magát, és ez a palack, ez szépen tényleg összehorpad. Tehát, amit érdemes megfigyelni, hogy a palack összehorpadása előtt még azt is észrevehetjük, hogy egy folyadék jelent meg benne. Tehát, amit látunk, az nem más, mint egy halmazállapot változás. Benne levő gáz, amit belezártunk előzetesen, az akkora nyomású volt, hogy egyszerűen feszítette a palackot, a gáznak a hőmérsékletét lecsökkentve el tudtuk érni, hogy a gáz halmazállapota legyen folyadékhalmazállapot, ilyenkor a gyakorlatilag a térfogatának tetemes hányadát elveszti, teljes egészében összehúzódik, és itt megjelenik ez a folyadék. Abban az esetben, hogyha az ember itt megfogja, akkor talán jól lehet látni, hogy azon a helyen, ahol fogom, hevesen buborékol, folyadék keletkezik, a folyadékból gáz keletkezik. Azt is, ha látjuk, hogy a palack, ha simogatom, akkor elkezd hízni, és hát egyre nagyobb és nagyobb lesz a nyomás. És amikor a szobahőmérsékletet eléri, akkor ismételten olyan lesz már, hogy nem lehet összenyomni. Próbáld meg, most hát te is össze fogod tudni nyomni, úgy is van. Tehát a gáznak a nyomása és a hőmérsékletéről láttunk egy kísérletet, illetve azt is láttuk, hogy egy gáz hogyan fajul el, és hogyan lesz belőle folyadék. Hát ugye azt hiszem, hogy ez teljesen egyértelmű. Gázok hőtágulását megnézhetjük még léggömbbel is. Ez a kísérlet szintén azok közé, a kísérletek közé tartozik, amelyet nem elmesélni kell, hanem látni. Itt van egy léggömb. Ezt a léggömböt én most fölfújtam, megkötöm, és most le fogjuk hűteni. Ugye a hőtágulásnál azt tudni kell, hogy a legjobban a hőtágulás azoknál az anyagoknál mutatható ki, amelyek gázhalmazállapotúak. Menjünk egy kicsit előrébb, kicsit közelébb. Egy gázhalmazállapotúak. Én most erre a cseppfolyós nitrogénből öntök erre a léggömbre egy keveset, és nézzétek meg, hogyan fog a térfogata gyakorlatilag eltűnni a szemünk láttára. A cseppfolyós nitrogén, nem végig csordogáló nitrogén lehűti a léggömbnek a falát. A léggömb fala lehűti a bennlevő gázt, és a bennlevő gáz elkezd egyre kisebbre és kisebbre összehúzódni. Az összehúzódás révén, ugye, ha valaki emlékszik, a fizika órán tanultak, hogy a hőmérséklet csökkentésével hogyan csökken a térfogat, ezt így nagyjából értjük. Egy kicsit egyébként ezen már túl vagyunk, mert ez, amit a középiskolában is meg tudunk tenni, ez az ideális gázokra foglalkozó törvény. Itt valóságos gázok vannak, ezek már cseppfolyósodnak is. És akkor, ha most előveszem ezt a léggömböt, akkor ide be tudom tenni a markomba, itt van benne az egész, és rövidesen a bioenergiával besugározom, az eredeti térfogatát fogja visszakapni, és a ha otthon ezt valaki elmeséli a családjának, akkor ezt úgy kell elmondani, hogy láttunk egy 100%-ban fizikás kísérletet, ebben varázslat semmi nem volt, tehát varázslat ebben nincs, lehet mondani varázslatosnak, de valójában ez csak 100% fizika. Úgyhogy ez a kísérlet megtanít minket arra, hogy a hőmérséklet és a térfogat hogyan függ össze. Tovább is nézhetjük ezt a kísérletet. Ugye azt láttuk, hogy a cseppfolyós nitrogénből nem kevés gáz fejlődik. Ezt most megpróbáljuk kihasználni úgy, hogy én hoztam egy pici tölcsért, és ennek a tölcsérnek a segítségével a cseppfolyós nitrogént juttatunk ennek a léggömbnek a belsejébe. Így. És azt várjuk el, hogy a nitrogén majd ott elkezd forni, és közben felfújja a léggömböt. Tehát a fene killódjon a léggömb felfújásával. Ugye látjuk, hogy ott jön kifelé a gáz, szerintem mindenki jól látja, szépen megfogom, és elkezdem rázni, hogy hadd menjen, és egyszer csak egy nagyon szép adiabatikus expanziót figyelhettünk meg közösen.
valahogy föl kell ébreszteni az embereket, én azt hiszem. Na jó, akkor nézzük meg még egyszer, hogy pontosan mi történt. Értemben sikerült. Pont akkor sikerült? Igen. Jó, hát a János, aki a műegyetem fotósa, azt mondta, hogy úgy megijedt, hogy pont jókor nyomta meg a billentyűt. Köszönjük szépen. No, tehát akkor nézzük meg ezt a kísérletet még egyszer, és akkor ezt a kísérletet, ha még egyszer megnézzük, akkor érteni fogjuk, hogy mi is történt itt valójában. A léggömb, ahogyan mindenki ismeri, hogyha megfogjuk a itt látható módon is megnyújtom, és elengedem, akkor azt látjuk, hogy az erőhatására megváltoztatja az alakját, és az erőhatás megszűnte, után visszakap eredeti alakját. Hát azt mondjuk, hogy az alakváltozás rugalmas. A helyzet az, hogy mégis azt vettük észre, hogy az a léggömb, amit ha akarunk, akár nagyra is felfújhatnánk, az előbb ilyen nagyra nem fúvolt fel a léggömb, de csak azért, mert valamiért nem hagyta a léggömb, hogy felfúvódjon, valami meggátolta az alakváltozását. Hogy ez a valami pontosan mi volt, ezt nézzük meg egy közös kísérletben. Á, megvan. Itt van a cseppfolyós nitrogénes edényünk. Ebbe az edénybe tegyünk egy kis cseppfolyós nitrogént. És akkor egy kicsit maradjunk csöndbe. Zörög. Ugye? Szerintem jól lehet hallani, hogy zörög. Hogy vajon miért zörög ez a léggömb? Hát ezt szeretném én megmutatni. Kivesszük ezt a léggömböt, és megpróbálom képlékeny alakváltozást, és amint látjátok, ez így szépen fogja magát, és el lehet törni, mint a ropit. Na de, ha most ezek után fogom, és legalább tenyérhőmérsékletűre megmelegítem, akkor ez a része ismételten rugalmas lett. Most akkor próbáljuk megmagyarázni, amit láttunk, és próbáljuk ezentúl egy kicsit képpen fogalmazni a mondatainkat, legalábbis az ide vonatkozó dolgokba. Ha valaki belegondol abba, biztosan hallgatta azt a mondatot a fizika tanárától, hogy a hőmérséklet az egy állapothatározó. Ugye? Ez a mondat, hogy a hőmérséklet egy állapothatározó, itt ebben a kísérletben vált véres valósággal. Mert amikor ennek a testnek megváltoztattuk a hőmérsékletét, megváltoztattuk az állapotát, a rugalmasból rideg és törékenyé vált, akkor itt van az, hogy mit jelent, hogy állapot határozó. A hőmérséklet is egy állapot határozó, a nyomás is egy állapot, tehát sok állapot határozót tudunk meghatározni, ezek az állapot határozók a viselkedésüket ezeknek az anyagoknak megváltoztatják. Általános iskola alsó tagozatban nagyon sokszor azt szokták mondani, a gumi tulajdonsága rugalmas. És akkor most kell kijavítani a gumi egy megadott hőmérsékleten rugalmas állapotú. Ugye világos, tehát itt értjük meg, hogy mit jelent a rugalom, amikor fizikában elkezdünk különböző definíciókat mondani, ha ezeknek a definícióknak súlyos következménye van, még akkor is, hogyha valaki ezt nem tudja hasonlóképpen, mintha valaki kilép a 10. emeleten az erkélyről, akár tud a gravitációról, akár nem, őt a gravitáció törvénye oda fogja vágni a földhöz. No, hát akkor mit akartam még kísérletet? Valamit még akartam a cseppfolyós nitrogén. Aha, persze, tudom. A gázoknak a feszítő erejével kapcsolatos kísérlet következik. Itt van egy pillepalack. Ebbe a pillepalackba helyezzünk be egy kis cseppfolyós nitrogént. Így. Túl sok nem kell, ez bőven elég. Látjuk azt, meg az előbb a léggömbben is láttuk, hogy jön kifelé a gáz. Ha én most fogom, és ezt a edénynek a száját egy dugóval lezárom, akkor nem tud a gáz szabadon kijönni, hanem egyszer csak fogja magát, és a dugó fogja, és ezt a gumidugót kilöki. Tulajdonképpen megkérdezi valaki, hogy pontosan mit látott, azt láttuk, hogy a környezet hője melegíti, a környezet hőjétől, ha elzárjuk, növekszik a nyomás, és ez a nyomás lesz felelős azért, hogy ez a dugó fogja magát, mozgásenergiához jut, és aztán az a mozgásenergia átalakul helyzeti energiává. Azért ez teljesen világos, mindenki láthatja azt, hogy a háromfajta energia az
ebben a kísérletben, pontosan négy fajta energia, ebben a kísérletben benne van. Ugye hőenergia, a következő a nyomási energia, ez az, amit a legkevésbé szoktak a diákok tudni, ezért most engedjétek meg, hogy egy kicsit ezt kiénekeljem. Ez azt jelenti, hogy ha ennek az edénynek megnézzük, hogy mekkora a térfogata. A térfogatot ugye az köbméterekben szokás mérni. Ha megnézzük azt a pillanatot, amikor a dugó innen kiszabadul, mekkora nyomása van, és ezt a kettő mennyiséget, a térfogatot és a nyomást összeszorozzuk, akkor ki tudnám megmondani, hogy milyen mennyiséget kapunk. Köbméterben mérjük a térfogatot, a nyomást azt newton per négyzetméterbe, tehát akkor, ha minden igaz, erre mi felénk itt a fizika intézetben minimum zsúlnak mondjuk, tehát munkamennyiség, tehát akkor itt egy energiáról beszélünk. Ugye azt, hogy itt mozgási energiá van, azt szerintem mindenki jól tudta, és aztán, hogy a mozgási energiából helyzeti energia, azt is szerintem mindenki, ezeket szokták jobban tudni. Csináljuk meg ezt a kísérletet egy kicsit másképp. Annyit fogok tenni, hogy bedugom ezt a dugót, és megfordítom. Így, így. Úgy. Úgy. No, tehát akkor, ha megnéztük pontosan, mi történt, akkor azt lehet mondani, akár meg is ismételhetjük a kísérletet. A cseppfolyós nitrogén került az aljára. Azt látjuk, hogy a cseppfolyós nitrogén elszabadulása pillanatában a pillanatban az sokkal magasabbra megy, mint a dugó ment volna. Az első dolog, hogy megnézhetjük, hogy mekkora a dugónak a tömege, megnézhetjük, mennyi a palacnak a tömege, és azt tudjuk tapasztalni, hogy a palacnak a tömege lényegesen kisebb a dugó tömegétől, tehát értjük, hogy rendben is van. Csak hogy, és itt jön a legnagyobb csak hogy, ha valaki pontosan utána számol, nem fog ez a magasság különbség. Mert hogy a dugónak a tömege, meg a pillapasznak a tömege nem annyira tér el, mint amennyire az emelkedésük eltér. Hogyan lehet ezt feloldani? Nézzük meg közösen, hogy ez a kísérlet mit mond. Akkor, amikor én a dugót ide beleteszem, akkor rövid időn belül a dugó innen kiszabadul, és akkor a dugó gyorsulása, amikor a dugó elzárja, már nem zárja el ezt a lyukat. És akkor a gyorsulás befejeződött. Abban a pillanatban, hogy én ezt megfordítom, akkor az fog történni, hogy a dugó kerül alulra, a dugó tetejére rákerül a cseppfolyós nitrogén, és ott van még fölötte a gáz. Tehát tulajdonképpen elsőnek kivágódik a dugó, másodikként kivágódik a cseppfolyós nitrogén, egy kétfokozatú rakétát csináltunk. És ez már megmagyarázza azt, hogy miért megy annyival magasabbra, mint ahogy ezt most is látni fogjuk. Nem játék a fizika. Nem játék a fizika. Azt hiszem mindenki jól láthatja ezt a kísérletet. Ismételjük meg ezt a kísérletet egy kicsit nagyobban. Ahogy mondani szokták, hogy töltsük meg teljes egészében a cseppfolyós nitrogénnel az edényt. Tehát így. Van egy töltsérünk. Tehát most megtöltjük a cseppfolyós nitrogénnel a töltsér segítségével teljes egészében az előbb használt palackot. És most ezt fogjuk egy dugóval lezárni. Így. A helyzet az, hogy itt van a pillepalack, itt van a csövünk. Ezt a csövet, ha ide szépen beletesszük, azt hiszem mindenki láthatja, hogy a cseppfolyós nitrogénből egy ilyen szép kis szökőkutat tudunk csinálni. Úgy van. És ez a kísérlet természetesen megint csak arról szól, amiről az előző, hogy a környezet hőjének segítségével, bocsánat, megismételjük? Biztos? Meg fognak lincselni, azt mondta, hogy ne ismételjük meg. Tehát ezzel nem leszel népszerű. Na, tehát a viccet félretéve itt is az történik, hogy amikor a dugó lezárja a cseppfolyós nitrogént, főleg, hogy ez a belemerülő cső, ez még meleg,
igen hevesen forr, ennek a heves forrásnak a következtében elindul kifelé a cseppfolyós nitrogén. Ezen a nagyon szűk lyukon nagy sebességgel áramlik, ami egyébként nyugalomba volt, utána helyzeti energiája lesz, és a helyzeti energiájától azért fog megszabadulni, mert hogy a hőmérséklete lényegesen kisebb, ezért a sűrűsége nagyobb, tehát ezért fog aztán visszajönni. Tehát akkor megismételem kisetet még egyszer. Megnézzük, hogy van-e még annyi nitrogénünk. Igyekszünk. Úgy. Tehát akkor senki ne legyen útba, dugód bele, és azt hiszem jól látható a cseppfolyós nitrogén szökőkút, és hát ebben a nagy melegben egy kis felüdülést is hoz, ez nyáron nagyon-nagyon népszerű kísérlet. No jó, akkor a cseppfolyós nitrogénnel való kísérletezést, ha nagyon akarnám, akkor itt abba hagyhatnám, de azért egy kísérletet, hogy elköszönjünk a cseppfolyós nitrogéntől, még engedjetek meg. A cseppfolyós nitrogén az egy nagyon érdekes anyag, talán többek észrevették, hogy néha még bele is nyúltam, sőt, ha az ember nagyon akarja, akkor cseppfolyós nitrogént így a kezére öntet, és nem történik vele semmi. Hát persze lehet kérdezni, hogy ez mitől van. Ha vicces akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy én a ELT-n végeztem fizika szakon, és aki ott végez, annak kék színű lesz a vér, és kibírja ezt a kísérletet. Lehetne ezt is mondani. Ehelyett azt mondom, hogy vegyünk egy kis vizet, és ebből a kis vízből egy keveset ide kiöntök az asztal sarkára. És figyeljük meg, hogy a víz hogyan folyik az asztalon. Így, ha megnézzük, és a kísérletet sikerül jól megcsinálni, akkor egyetlen egy pacában marad a cseppfolyós víz, és onnan nem folyik tovább. Nagyon értjük is, hogy ez az a magyarázata, hogy a víz az nedvesíti az edényt, vagy az asztal lapját, és ezért aztán oda tapad. Ha ezt megismételjük, ezt a kísérletet cseppfolyós nitrogénnel, akkor valami egész más tapasztalunk, és tulajdonképpen már nagyjából eljutunk a cseppfolyós nitrogénnek ez az izgalmas tulajdonságához, jelesül ahhoz, hogyha ebből öntünk egy kicsit az asztalra, akkor ebből semmi nem maradott, hanem mint jó fésült kis szemlék, így szanaszét futnak, szinte akadály nélkül mennek, úgy is mondhatnánk, hogy egy légpárnán közlekednek, és ez a légpárnán való közlekedés, ezt illene megmagyaráznom most. Nagyon egyszerű a dolog, a cseppfolyós nitrogénnek még nem beszéltem a hőmérsékletéről, ahol forr, 77 Kelvin, mínusz 197 Celsius fok. Ez azt jelenti, hogy amikor közelébe kerül valami iszonyatosan meleg, számára meleg anyaghoz, akkor ez nagyon-nagyon hevesen elkezd forrni. Ez a forrás azért is nagyon könnyű a cseppfolyós nitrogén esetében, mert a cseppfolyós nitrogénnek a forrás hője nagyon kevés. Tehát nagyon kicsi az a hőmennyiség, ami a felforralásához, tehát a 77 kelvines nitrogénhez, cseppfolyós nitrogénből 77 kelvines gázt csinál. Ez a mennyiség, ez nagyon kicsi. Éppen ezért nagyon könnyedén tud forrni, és a belőle keletkező gőzöknek akkora nyomása, hogy nem engedi hozzáérni az edény falához, illetve a talajhoz. Tehát amikor én ezt ide kiöntöm, akkor minden egyes kis cseppecske saját magából csinál egy légpárnát. Amikor ráöntöm a kezemre, akkor tulajdonképpen a cseppfolyós nitrogén nem is ér hozzá a kezemhez, csak a gázai, és azok a gázok viszont ellökik a folyadékot, és ezért nem tud az ember kezében a kísérletben megsérülni. Tehát ez egy teljesen veszélytelen kísérlet, de akarja valaki, akkor vicsorog. Csinálja végig a publikumet, és mondja, hogy ő a legjobb ember, az igazi mentalista. Lehet így is csinálni, csak ez nem lenne valóság. Légpárnás asztalról kezdtem beszélni, vagy légpárnáról kezdtem beszélni, és úgy gondolom, hogy akkor nézzünk meg közösen, hogy a légpárnás berendezése az hogyan mozog. Tudunk-e ezzel kapcsolatosan valami olyasmit mutatni, ami uh-huh.
Azt mondják, hogy az elem nem jó, azért tűntem el. A hűtőgép ajtajában van kettő. Legyetek szélesek behozni. Igyel cserélünk. Oké. Hát nem a fizikát jöttünk temetni, hanem egy légpárnás asztal van itt. Ez a légpárnás sínnel fogunk egy keveset kísérletezni. A kísérleti eszközünk azért nagyon fontos, mert olyasmire tanít meg minket, ami annak idején, amikor a természetet vizsgálták a görögök, akkor nem adatott meg nekik. Az ógörögök egy kicsit másképpen gondolkodtak. Bocsánat, idejövök emellé a mikrofon mellé, mert megmarad az internetes közvetítés hangja. Húha, szemüveg. Szemüvegemet keresem, na majd emlékezem. Ebből kicserélem. No, akkor most jónak kell lennie. Így van. Tehát ott tartottunk, hogy az ógörögöknek nem adatott meg egy ilyenfajta eszköz. Ez az ilyenfajta eszköz alatt azt kell érteni, hogy ők, amikor megnézték, hogy egy mozgó testtel mi történik, minden esetben azt tapasztalták, hogy ez bizony nagyon gyorsan megáll. Még akkor is viszonylag gyorsan megállt, hogyha kerekekre rakták, hiszen akkoriban még nem voltak olyan sima utak, olyan kemény utak, nem tudtak olyan kemény kerekeket csinálni, mint amelyiket ma tudunk. És hát igazából ők azt vették észre, hogy minden megáll, és ezért nem véletlen az, hogy azt mondták ki, hogy mindennek a természetes állapota, hogy nyugalomban van. És akkor azt kell mondjuk, hogy eljött egy pont, amikor rájöttünk, hogy ez nem így van. Ezt az ilyen dolgokat hívják paradigmaváltásnak, és az a paradigmaváltás, ez manapság egy nagyon fontos fogalom. Nagyon sokan mondják, hogy mindenféle paradigmaváltásokon megyünk keresztül, mostanában főleg a fizika fejlődése kapcsán. De azt kell mondjuk, hogy a paradigmaváltás talán itt volt egyedül fizikában, mert azt mondtuk, hogy mindennek a nyugalmi állapota természetes, és ez gyakorlatilag az emberek tapasztalatából fakadt. Ma azt lehet mondani, amit Newton is kimondott a törvényében, hogy minden test megtartja egyenesen egyenletes mozgását, míg a ráható erők eredője nulla. Ugye, akkor azt mondjuk, hogy a természetes dolog az, hogy minden megtartja a mozgását. Tehát ez tényleg megváltozott az egésznek a filozófiája. Talán Einstein mondata, hogy a nő fogalmazott, ő azt mondta, hogy minden test megtartja egyenesen egyenletes mozgását, míg az összes test kellően távol van tőle. Hanem ez egy kicsivel többet mond, és azt hiszem, hogy ebben van egy kis szellem, hogy megértsük azt, hogy is van ez. Azt kell mondjam, hogy a kísérleti eszközünk, ez a légpárnás sín, erre fog rávilágítani. Erre a légpárnás sínre én ráteszek egy kis kocsit, és ezt a kis kocsit, ha meglököm, akkor pontosan azt fogom tapasztalni, amit annak idején a görögök tapasztaltak, hogy rövidebb, hosszabb út után ez fogja magát és megáll. Most annyit fogunk tenni, hogy ennek a tetején, ennek a légpárnás sínnek a tetején lyukak vannak, ebben a csőnek a segítségével ide levegőt tudunk bepréselni, és az a bepréselt levegő ezen az apró lyukakon keresztül jön ki. Talán meg lehet mutatni ezt, hogy itt tényleg jönnek ki le lyukon levegő, hogy egy ilyen kis itt táncoló vatta darabkával ezt szépen meg lehet mutatni. Tehát akkor ezt szerintem mindenki látja. Ha a kiskocsit rátesszük erre, akkor a kiskocsi oldalról is, meg fölfelé is zárt. Csak az egyik végén, meg a másik végén tud kifelé áramlani a kiskocsinak a levegő, és azt hiszem, hogy jól lehet látni, hogy ha magára hagyjuk ezt a kiskocsit, és elengedem, akkor észreveszi az a kiskocsi, hogy az a vége a pályának lényegesen mélyebben van. Szerintem mindenki látja, hogy
ez legalább 3 mm-rel lejjebb van a két vége között, legalább ennyi van. És hát igazából már ettől elindul. Nos, azt fogjuk csinálni, hogy emelünk a pályának ezen a végén. Itt van egy állítócsavar, ezt szépen én megemelem. Még kell emelni egy keveset. Így. Nagyjából jó lesz, és most elég csak ki ráfújni, és ettől odébb megy. És ez egy csoda. Én azt gondolom, ez a légpárna. Tulajdonképpen egy ilyen légpárnán közlekedtek az előbb a kis csöppecskék, a cseppfolyós nitrogénből lévő csöppecskék, és tulajdonképpen eljutottunk ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy hogy látták a görögök, és hogyan fordult ez meg Newton idejében. Azt hiszem, hogy tényleg lehet látni, hogy szinte akadálytalanul közlekedik. Ha valaki azért utána számol precízen, ez még távol sem tökéletes. Itt még mindig kellene valamit tenni, hiszen a közegellenállás, még ha nem is nagyon vesszük észre, azért lassítja ezt a mozgást. És tulajdonképpen, ha a közegellenállást is ki szeretnénk kapcsolni, akkor nem légpárnához kéne tenni, hanem mondjuk egy mágneses lebegtetés, és ott ki kéne szivattyúzni a levegőt. Na, akkor már sokkal közelebb lennénk a megoldáshoz. De azt hiszem, hogy ez a kísérlet önmagában, hogy mondják, hogy érdemes ott reggel fölkelni az ember ezt az egyet, ha meglátta már, az is megérte. No, akkor most látjuk, és hogyha az ember ezt szépen meglöki, akkor azt lehet mondani, hogy egy egyenes van, egyenletes mozgást végez a test a két ütközés között, és ha ezt az egyenes van, egyenletes mozgást szeretnénk tanulmányozni, akkor hát több megoldás létezik. Az egyik az, amivel most nem fogunk foglalkozni, hogy van egy ilyen úgynevezett karbonpapírunk, és ez a karbonpapírt ide az oldalára föl kell tenni. Van egy nagy feszültségű tápegységünk, ezt is ide elkészítettem. Ezzel néhány kilovoltos feszültségű szikrákat lehet megadott időnként tenni, és akkor ez a papíron egyenletes valamilyen távolságra nyomot hagy, és akkor ennek a kiértékelése lehet, mondjuk az egyenes van egyenletes mozgásnak a kiértékelése. Döbbenetes az, hogy annyira precíz ez a műszer, nem csak azt tudtuk megcsinálni, hogy ez könnyedén, akadálymentesen menjen, hanem azt is meg tudjuk mérni ebben, hogy amíg itt elindul, a távolsága sokkal nagyobb, mint az a másik oldalra megér, tehát igazából egyetlen egy egyenesen belül nagyon jó ki lehet mutatni azt, hogy ez lassul, annak után, hogy ez közlekedik a levegőben, és hogy van légellenállás. Hát amit viszont érdemes megnézni ebben a kísérletben, hogy van nekünk kocsink, és akkor ez a két kiskocsival most már akár játszhatunk is. A játékunk nem lesz teljesen öncélú. Azt fogjuk csinálni, hogy két ilyen rugalmas ütközőt fogunk egymással szembeállítani. A két végére tegyünk egy-egy ilyen rugalmas ütközésre vonatkozó kis ütközőt. Ezt főleg azért kell megtenni egyébként, ez döbbenetes, hogy amikor az ember elkezd egy problémán gondolkodni, kitalálja az ember azt, hogy légpárna, és hogyha ezt a részét ide nem tesszük be, akkor ennek a súlya ezt a felét jobban lehúzza, és akkor az abba az irányba kiáramló levegő képes gyorsítani ezeket a szerkezeteket. Tehát az, hogy a két végére azonos tömeg kerül, jön, az egy nagyon fontos dolog. No, és akkor most van esélyünk arra, hogy rugalmas ütközéseket tanulmányozzunk. Tehát most még úgy fogjuk tanulmányozni a rugalmas ütközéseket, hogy veszünk két azonos tömegű kiskocsit. Az egyik az kezdetben áll, a másikat majd fogjuk megindítani. Tehát amikor én ezt fogom bekapcsolom és ezt meglököm, akkor szerintem nagyon szépen lehet látni, hogy ezek valósággal impulzust cserélnek az ütközésük során. Speciális a helyzet, mert azonos tömegűek, és az azonos tömeg mellett az egyik állt, a másik pedig mozgott, és az ütközés során az egyik megállt, a másik pedig teljes egészében átvette az impulzusát. Ebben a kísérletben, ha kimérnénk, akkor mind az impulzusra, mind a mozgás energiára egy megmaradást tudnánk kimondani, a rugalmas ütközések már csak ilyenek. El lehet játszani azzal is, hogy mondjuk az egyik testet, mondjuk legyen ez, megnöveljük a tömegét duplájára, és akkor
ismételjük meg a kísérletet. Ugye az egyiket indítsuk innen a közepéről, a másikat a széléről, szép lassan meglököm, és azt hiszem jól látszik, hogy mind a kettő az ütközés után abba az irányba megy, sőt azt is érdemes megfigyelni, hogy ennek a sebességénél lényegesen gyorsabban fog ez menni tovább, és még ez is jön ebbe az irányba. Tehát az ütközés után az eredeti sebességnél nagyobb sebességgel fog abba az irányba haladni ez a kis kocsi. Megtehetjük azt is, hogy fölcseréljük a tömegarányokat. Most a nehezebb tömegre fogunk ütközni, tehát a kezdetben nehezebb tömeg lesz az álló. Meglököm, és ilyenkor az fog történni, hogy ez visszapattan róla. Ha valaki focipályán eleget volt, és mondjuk egészen kis tömegű, akkor ezt a jelenséget elég jól átélhette, hogy a nagy behemót ellenfélről könnyű lepattanni, illetve a nagy behemót ellenfél hogyan sodorja el a kis alacsony embereket. Ezek órán kívüli fizikai életben, fizikától távoli pillanatokban, zugóban is felfedezhetőek. És akkor, amit talán még érdemes megmutatni, az a rugalmatlan ütközés. A rugalmatlan ütközést úgy fogjuk tudni megvalósítani, hogy a rugalmatlan ütközés az a fontos, hogy az ütközés után ezek tapadjanak egybe. Az egybetapadás pedig úgy fog kinézni, hogy veszünk egy csövecskét, ebben a csövecskében gyertyaviasz van. Ez a gyertyaviaszba fog belefúródni ez a tömb, vagy pontosabban ez a tű, tehát ezeket szépen egymással szembefordítjuk. Egy kicsit állítunk rajta, hogy pontosan beletaláljon, ígyni. És akkor megnézhetjük, hogy egy rugalmatlan ütközés hogy jön létre. A rugalmatlan ütközés úgy fog létrejönni, hogy az ember meglöki, és az ütközés után a kettő azonos sebességgel együtt fog mozogni. A kísérletet, ha végigmérnénk, vagy ha úgy tetszik, a fizikakönyvben utána néztek, azt fogjuk tapasztalni, hogy ennek a sebességnek éppen a felével fog tovább menni, abban az esetben, ha az ütközésnél a két tömeg azonos nagyságú. Tehát ez a tömeg megegyezik ezzel a tömeggel. Úgyhogy a légpárnás sinnel való kísérletezésnél erről szerettem volna idáig egy-két dolgot megemlíteni. Akkor még elrakodom ezeket az eszközöket. Ezt szerintem kitoljuk arra. Úgy. Most egy olyan kísérletet fogok megmutatni, ami lehet, hogy egy kicsit szertárszagú lesz az elején, és a végén meglátjuk, hogy hol találjuk magunkat, hogy pontosan hol, nem lövöm le a kísérletnek a lényegét. A szertárban találtam egy ilyen eszközt, és kísérletezzünk ezzel. Maga az eszköz, ha közelről megnézzük, akkor egy biciklikerékre nagyon hasonlít, nagyon szépen van csapágyazva, és hogyha van kedvünk, akkor itt, ezen a tűn alá tudjuk támasztani. Ezt az alátámasztást meg tudjuk csinálni itt, ezen a részen, itt így, és akkor erre a tengelyre, ezen a csúcson keresztül föltámasztott ezt a biciklikereket. Először még a kísérleteink elején ezt a biciklikereket ne forgassuk meg, nézzük meg, mi történik akkor, hogyha én ezt így oldalirányba kihúzom és magára hagyom. Azt hiszem mindenki észreveszi, hogy egy periódikus mozgás alakul ki, egy úgynevezett fizikai ingát tudtunk csinálni. A fizikai ingának a működésével kapcsolatosan annyit szeretnék elmondani, hogy a fő probléma ott kezdődik, hogy tudjuk, hogy mekkora a fizikai ingának a tehetetlenségi nyomatéka. Lehet, hogy olyan dolgokat mondok, aminek majd otthon tényleg utána kell nézni, de meglátjátok, hogy érdekes. És nagyon nem mindegy, hogy hol a tömegközéppont és hol az alátámasztási pont. A helyzet az, hogy most, amikor ebből az állapotából kiindulunk, azt tudjuk, hogy ezen az egyenesen rajta van a tömegközéppont, és azt is tudjuk, hogy az alátámasztástól lejjebb van. Onnan tudjuk, mert ha kibillentjük ebből a részből, egyre nagyobb és nagyobb erő kell, hogy ezt itt ebben az állapotban megtartsam, tehát minél nagyobb a szög, annál nagyobb erővel fogom tudni
tartani, és ha elengedem, akkor az eredeti kimozdított állapot irányába fog menni, vagyis azt tudjuk mondani, hogy az alátámasztási ponttól lejjebb van a tömegközéppont. Ha az alátámasztási pont körül elforgatjuk, akkor a tömegközéppont emelkedni fog. És tulajdonképpen ez az emelkedés, ez munka befektetésével hozható létre, ez adja ennek a pont körüli stabilitását ennek a szerkentyűnek. Nézzük meg, hogy ez az eszköz, aki megtervezte, az okos ember volt, mert ezt a tömegközéppontot nagyon könnyen tudjuk, vagy az alátámasztási pont helyzetét, a tömegközéppontot nagyon könnyen tudjuk változtatni, egy kicsit följebb emelem, és ebben az esetben kitérítem és magára hagyom, azt vesszük észre, hogy ugyancsak imbolyogni fog, lengéseket fog végezni, de ennek a lengésnek a szaporasága viszont lecsökkent. Nézzétek meg! Ha elkezdjük még tovább emelni, itt ez a vonal, amit itt láttok, ez nagyon fontos vonal, majd később megértjük miért, ahogy közelítjük ezt a vonalat, egyre lomhább és lomhább lesz az ingánk. Abban az esetben, hogyha eltaláljuk ezt a magasságot, akkor az ingánk az egy olyan lesz, hogy bármelyik helyzetében megmarad, tehát ha itt tartom meg, akkor hozzá kisebb-nagyobb tempóval megmarad, vagyis ez azt jelenti, hogy be tudtuk állítani, hogy a támaszkodási pontban van a tömegközéppont. Tehát összetudtuk a kettőt egy pontba hozni. Ha ettől följebb emeljük, akkor az fog történni, elengedem, akkor az önmagától lebillen. Ha megengeditek, akkor inkább nem hagyom lezuhanni. Azt hiszem jól látszik, hogy ez egy úgynevezett labilis állapotot hozott létre. Valamikor a tömegközéppont, az alátámasztási pont fölött van. Ilyenkor, hogyha magára adjuk, önmagától le tud zuhanni, vagyis a kimozdulástól lejjebb és lejjebb és lejjebb kell a tömegközéppont, ez olyan, mint amikor elenged az ember egy golyót. Nos, ezt azért mutattam meg, ezt a dolgot, mert ez fontos lesz a továbbiakban. Ha én ezt az ingát, tehát most visszatettem az eredeti alsó állapotára, ebbe az irányba kihúzom, akkor majd pontosan abba az irányba, annak ellenkező irányába akar majd lengeni. Na, azt hiszem, hogy ezt mindenki idáig megértette, eljött az ide, hogy megpörgessük a kereket. Megpörgetem a kereket, így. És amikor ezt a kereket megpörgettem, visszatesszük az eredeti helyére. Itt van a függőlegesben, térítsük ki ezt az ingát, így. És akkor emlékszünk, hogy ő pontosan abba az irányba szeretne visszalengeni, ehelyett ő most fogja, és egy kört ír le ennek a tengelynek a vége. Érdemes megfigyelni, fölülről nézve az óramutató járásával ellenkező irányban köröz, ahogy mi fizikusok mondjuk, precesszál a tengely. Érdemes megjegyezni azt, hogy mekkora sebességű ez a precesszálás ennek a körnek, vagy ennek a pontnak, hogy mennyi idő alatt megy egy kört, vagy milyen sebességgel mozog a körhíven, ezt érdemes megfigyelni. Nézzétek meg, hogyha ezt az ember fogja és egy kicsit följebb húzza, akkor ez a precesszálás sebessége lényegesen lassabb lesz. Érdemes megnézni. Ez a precesszálás, hogyha följebb és följebb húzzuk, egyre lassabb és lassabb lesz, míg nem, hogyha eljuttatjuk, ugye most már nagyon lassú lesz ez a precesszálás, ha ki akarnánk várni az egy kört, akkor arra igen, kínosan hosszú időre lenne szükség, nem fogjuk kivárni, beírjuk egy negyeddel, és azt mondjuk, ha az a negyed így mozgott, annak a következő három negyed is ezt venni. Hát itt élünk avval a gyanúval, hogy itt semmi más nem történik közben, és hogyha most ide betesszük ebbe a vájúba, úgy, ahogy az előbb mondtam, hogy a tömegközéppontot és a alátámasztás pontját hozzák egybe, akkor ez a tengely, ha egyszer beállítjuk valahová, akkor az idők végezetéig oda fog mutatni. A helyzet az, hogy amikor olyasmire van szükség, hogy például egy repülőgépen szeretnénk egy iránytűt, akkor az iránytű a repülőgépen elhelyezett vasdarabok miatt sohasem azt mutatná, hogy tényleg merre van az éjszak, erre nem bízhatnánk magunkat, viszont egy ilyen pörgetyűre, egy ilyen úgynevezett erőmentes pörgetyűre rábízhatjuk magunkat, hát ez a műhorizont, ha valaki már járt repülőn, a
tehát nagy sebességgel pörgő szerkezetek, ezek a precesszió alapján működő műhorizontokkal lehet bemutatni ezeket a dolgokat. Ennek még van egy külön specialitása, hogy ez önmagától észak-dél irányba áll, ebbe most nem megyünk mélyen bele. Azt érdemes megmutatni, hogyha még most följebb tesszük, akkor megint elkezd precesszálni, csak most már nem az óramutató járásával ellenkező irányba, hanem vele megegyező irányba kezd el precesszálni. Hát a pörgetyűnek a fizikája itt a Műegyetemen is egy nyíró rész, hogy óvatosan fogalmazzak, de azt gondolom, hogy a drámai feszültséget most eljött az idő, hogy föloldjam, és akkor amit most megmutattam, megnézzük, hogy hogyan lehet hasznosítani. A hasznosításhoz pedig egy sporteszközt hoztam. Az van ráírva erre a dobozra, nem csalás, nem ámítás. Az van ráírva, hogy Pocket Fitness Center. Na tessék! Pocket Fitness Center. Itt van. Így néz ki. Ez a Pocket Fitness Center. Gergő, mutatom neked, hogy megmaradjon ez a... Ez egy ilyen a markomba elég jó belesimuló gömb alakú valami, ami egy tengely körül meg tudjuk forgatni, és egy másik tengely körül ugyancsak, hogyha egy megmutatom, ugyancsak forgatható, tehát tud e körül a tengely körül így forogni, szerintem ez jól látszik, és e körül a tengely körül ebbe az irányba forogni. Tehát két tengely körül viszonylag szabadon tud forogni, és a feladat az, hogy próbáljuk meg ezt a lehető legnagyobb fordulatszámra fölgyorsítani. Annyit elmondanék, hogy az egyik Pocket Fitness Centerhez adtak egy ilyen kis darabkát, ez a cérnaszál, amit adtak segítséget, hogy ezzel lehet fölgyorsítani a legnagyobb fordulatszámra. A kérdés az, hogy ki az, aki ismeri közületek ezt a szerkezetet? Van kedved megmutatni? Vagy ki az, akinek van kedve bemutatni? Te csak a kamerát kezeljed, úgyhogy te ne próbálkozzál. No, ki az, aki velem együtt, azért van kettő, hogy együtt megcsináljuk. Senki? Hát ha nem, akkor bemutatom egyedül, fog menni talán. Szóval a lényege a dolgoknak az, hogy ezen a szerkentyűn van egy lyuk, itt van egy lyuk, ebbe a lyukba be lehet fűzni ezt a kis cipőfűzőre erősen emlékeztető madzagot, így fölcsavarja az ember, így, és aztán egy jó mozdulat az ember egy megrántja, és már forog is. Lehet látni is, meg hallani is. Tehát azért ennél nagyobb fordulatszámra kéne fölpörgetni, és azt mondom, hogy a megoldás ebben van. Amit eddig elmondtam. Na, tehát én madzagot már nem annyira szeretem. Úgy szoktam, hogy kicsit így fölgyorsítom így, és azt is lehet egyébként, hogy fogja az ember, és a homlokával gyorsítja föl, mert használtuk a fejünket. Tehát ez nem egy utolsó dolog, tessenek utána gondolni. Tehát fölgyorsítottam. Most megint csak a fejemet fogom használni, és nézzétek meg, micsak a kezemmel elkezdek így körözni. Mint egy precesszálásra kényszerítem ezt az eszközt, emlékezzetek a precesszálásra, és hogy mekkora fordulatszámmal jár, csak a fületeket használjátok ennek eldöntésére. Szerintem mindenki jó hallja, hogy ez nem alacsony fordulatszámon jár, amikor új korábban volt, mert azért ez a Pocket Fitness Center, ez azért kopik, tehát amikor új korábban volt, akkor megmértük stroboszkóppal, közel 10 000 fordulat per percre föl lehet így gyorsítani. Na tehát, akkor próbáljuk megérteni, hogy mi a Pocket Fitness Center és ez a, hogy is mondjam, a vizsgák réme, gyroszkóp között mi az összefüggés. Ugye azt vettük észre, hogy amikor ezt a biciklikereket az ember megpörgeti, akkor ez precesszálni fog. Főleg akkor, hogyha nem egy erőmentes pörgetjünk van, hanem egy nyomaték akarná visszatéríteni a függőleges részbe. Ha ezt a pokettentet, ezt megfelelő tempóval elkezdjük precesszálni, akkor a fordulatszám fog növekedni. Gyönyörű és szimmetrikus ez a történet, és ha valaki megkérdezi,
hogy mitől lesz ez fitness center, akkor azt is meg tudjuk mondani, hiszen nyugalmi állapotából indítottuk el, fölpörgettük nem kis fordulatszámra, energiát pumpáltunk be, és ez az energia az erő befektetésével történt, tehát ez azt jelenti, hogy meg kellett dolgoztatni az izmainkat. Tehát ha valaki ebben nekiállt és ész nélkül elkezdi ezt órák hosszán keresztül pörgetni, akkor nagyon könnyen abba esik, hogy az alkarja az enyhe gyulladásba jön, tehát izomgyulladást és minden egyebet lehet vele összeszedni. Az is egyébként érdekes, hogy ha a kisgyerek csinálja, akkor az alacsonyabb fordulatszámig tudja fölgyorsítani, a nagyobb gyerek pedig jóval nagyobb fordulatszámra. A felnőttek, ugye, hölgyek és urak hasonlóképpen az egész családot ki tudja egy ilyen kis marok erősítő szolgálni. Tehát az nagyon érdekes, hogy most ugye valamelyik irányba pörgetem, megállok, és az ellenkező irányba pörgetem, abba az irányba is gyorsulni fog. Ilyenkor az történik, egy fordulatot, egy 180 fokos fordulatot vesz a belső rész, és ugyan lehet gyorsítani. Tehát ez tényleg egy jópofa dolog, és nem több, mint fizika van benne. Hogy mikor erők vannak benne, ezt mindenki otthon van kedve próbálja ki, mennyire tudom. Ezt a szerkezetet Magyarországon Sopronba gyártották, tehát onnan indult az őrület. Nézem még, hogy mivel kísérletezhetnék. A végére maradt egy hullámtani kísérlet. Ez a hullámtani kísérlet, ez azért szeretem, mert ekkora méretben kevés eszközünk van meg. Ez az eszköz ide a fizika intézet előadójára lett nagyjából kitalálva, megépítve, és akkor igen. Az a helyzet, hogy Gergővel óta dolgozunk együtt, és amíg ezt itt összeépítem, hadd köszönöm meg így ezen az úton is a Puskás Tivadar távközlési technikum videó stúdiójának, hogy eljött és fölveszi ezt az eseményt. Az is fontos, hogy nem csak fölveszi, hanem archiváljuk is. Rövidesen a honlapunkon elérhető lesz ez a felvétel, és mindenki ingyen letöltheti. A kezemben egy csavarrugót tartok. Ez a csavarrugó lesz az, ami számunkra föl fog hullámokat rajzolni. Tehát fizikus nyelven fogalmazok egy kicsit, hogy ijesztő legyen az eleje, de aztán később megbarátkozunk a látványokban, hogy ez egy egydimenziós, rugalmas közeg. Ugye a hossza mellett a két iránya, a szélesség és a magasság a gyakorlatilag elhanyagolható, tudom, hogy nem nulla, tehát nem, valójában nem egy dimenziós, csak annak tekinthetőnek mondjuk azt az eszközt. Nos, ezen fogunk hullámtani jelenségeket megfigyelni. Hát az első kísérlet, amivel fogunk foglalkozni, az az lesz, hogy itt ez a nyugalomban levő rugó, és ezt a rugót valahol piszkáljuk meg. Például ide jövök, és az ujjammal ráhúzok egyet. És azt hiszem, mindenki jól látja azt, hogy ahogy én ráütöttem, egy pillanatra ilyen völgy alakot vett föl itt lokálisan, aztán amikor elvettem az ujjam, ez a völgy szépen végig szaladt, elment a végére, és a végéről visszapattant. Ha nagyon akarjuk, azt is megnézzük a völgy, ami odafele ment, visszafele már hegyként verődik vissza, és azt lehet mondani, hogy azon a közeg határon, amit itt létrehoztunk, ezen a közeg határon visszaverődött, mégpedig ez egy rögzített közeg határ, úgy verődik vissza, hogy fázisugrással völgyként érkezik, hegyként távozik. Innen is elindíthatjuk, azt hiszem mindenki jól megfigyelheti ezt a kísérletet, tehát nem csak abból a sarokból lehet ezt szépen elindítani, hanem tulajdonképpen bárhonnan. Ha a közepéről indítjuk el, akkor ebbe az irányba is elindul egy völgy, abba az irányba is elindul egy völgy, és aztán ismételten itt fognak a közepén találkozni. Ez egy kicsit gyorsabb szemre lenne szükség. Próbáljuk megérteni, hogy mi történik akkor, amikor én ide ráhúzok egyet, hogyan lehet leírni azt a jelenséget, amelyet itt megfigyelhetünk. Úgy tudjuk, hogy én ráütök egyet, így, és akkor ez fogja magát, ez az alak, ez elkezd masírozni ide, jön, és nem sokára elérkezik ide a végére. Ha van kedvünk, akkor lemérhetjük, hogy a két vége milyen távol van egymáshoz, ez egy távolság. Megmérhetjük, hogy a távolságot mennyi
ennyi idő alatt futotta be, és ezt pedig úgy hívjuk, hogy a kettő hányadosából a terjedési sebességet tudjuk meghatározni. Tehát gyakorlatilag egy nagyon, hogy is mondjam, egyszerű dologgal a hullám terjedési sebességére információhoz jutunk. Nem csak ez jut el, nem csak ezt tudjuk elmondani, hanem olyasmit is meg tudunk mondani, hogy tessék figyelni, azt is mondhatjuk, hogy a hullámban energia is terjed. Ugye az első pillanatra azt lehet mondani, hogy nem biztos, hogy mindenki értette, meg nem biztos, hogy mindenki elhiszi, de találnék most egy olyan embert, akit ki akarnék szúrni, akkor azt mondanám, hogy komám, gyere, állj ide, tartsd ide a fejedet, így, és akkor én ott megütöm, és akkor a rúgó pedig itt nem sokkal később jó pofán veri. És akkor mindenki érti, hogy az energia tényleg terjedt, hiszen ott ütöttem meg, és ott kapta a sallert. Tehát amikor ilyeneket mondunk, hogy egy hullámban energia terjed, tessenek abba gondolni, hogy elindítunk egy nagy hullámot, az a hullám akár 5-10 méter magasságra föl tud emelni egy hajót, már pedig a hajó megemelése az, erre mifelénk munkavégzés által történik, tehát tényleg ott van benne az energiának a szerepe, és hogyha ezen a szemüvegen keresztül nézitek a fizika órán ezeket a fogalmakat, hogy a hullában energia terjed, mondja a tanár, akkor tessenek utána nézni. Cunami, az egy büdös nagy hullám volt, és letarolt a félvilágot, amerre ment. Ugye? Tehát mindenki tudhatja, és hát több hullámot mondhatnék, de mindegyik pusztító lenne, úgyhogy inkább hagyjuk ezeket. De azt is mondhatnám, hogy például, és akkor még inkább közelebb jutunk a hullámhoz, hogy például beül az ember a Zeneakadémiára, és akkor megszólaltatott valaki egy hegedűt, akkor az a hegedű húrja ott, rezeg. Ez a rezgés, ez átadódik a levegőnek, és ez a levegő tovább viszi ezt a hullámot, és nem sokkal később a dobhártyánkat fogja megrezegtetni. És tulajdonképpen ez is egy energia, és ez egy olyan típusú, ami legalább művészen szép, főleg ha Zeneakadémiába jöttök el. Most azt fogjuk csinálni, hogy különböző terjedési sebességek, különböző gerjesztéseket tudunk definiálni. Amikor én egyet így ráütök, akkor ez egy impulzusszerű gerjesztés. Tulajdonképpen sok mindent lehetne tenni. Ilyenkor szoktam azt, hogy fogom, és óvatlan mozdulat, marha nagyot rávágok az asztalra, és azt is mondom, hogy ez is egy impulzusszerű gerjesztés, egy hullámot gerjesztettünk, de ezt most kihagyom. Tehát hülye viccekből éppen elég volt. Maradjunk annyiban, hogy itt van egy eszköz. Ez az eszköz úgy van megcsinálva, hogy itt van egy körhagyó. Ez a körhagyó ezzel a motorral szépen működtethető, vagyis a rugónak az egyik végét körpályára tudjuk tenni. Gondoljatok utána, hogyha a függőleges irányú meg a vízszintes irányú rezgés összeadunk, és megfelelő módon adjuk össze, az épp egy körpálya fog belőle kijönni. Nézem a szemeket, hogy ki az, aki visszaigazol, hogy igen, tudom, miről beszélnek. Legalább egy tegye fel a kezét, hogy tudja. Jó, rendben van. Oké. Tehát akkor ez egy úgynevezett cirkulárisan poláros hullám, és ennek a cirkuláris poláros hullámnak a terjedését, annak a gerjesztését fogjuk megnézni. Feltéve, ha bedugom ezt a konnektorba, annélkül ez nem megy. Energia nélkül erre mifelénk sem működik semmi. Pedig jó lenne. Tehát akkor most azt kezdem, hogy szép lassan bekapcsolom ezt a villanymotort, és akkor egyenletes szögsebességgel fogjuk itt gerjeszteni. És amit meg kell figyelni, az az lesz, hogy itt egy körpályán megy a rugónak a vége. És ha megnézitek, bárhol megvizsgáljuk ezt a rugót, mindenütt, minden test, minden pontocskája egy körpályán kering. Az is nagyon érdekes, hogy mindenki egyszerre érkezik a körpályának a tetejére. Az is azt lehet elmondani, ezt fizikusul úgy mondják, hogy azonos fázisban van az egész hullámtér. Így mondanánk a fizika órán. És tulajdonképpen, hogyha megfelelő módon behangoljuk, akkor azt vesszük észre, hogy ez a rugó, ez a rugón terjedő hullám egyre nagyobb és nagyobb tágasságú lesz. Most itt érdemes megmutatni, hogy vannak olyan helyek, ahol a rezgés tágassága a legnagyobb. Ezeket mi fizikusok duzzadó helyeknek, vagy antinóduszoknak szokás hívni. Abban az esetben, hogyha megtaláljuk azokat a helyeket, ahol a rezgés tágassága nulla, ezeket csomópontoknak, vagy nóduszoknak szokás hívni. Ugye két nódusz a két vége, és a közepe pedig
duzzadó hely. Föl lehet tenni a kérdést, hogy hogyan jön létre ez az állapot. Hát ha emlékeztek arra, hogy én oda csaptam erre a rugóra, elindult egy hullám abba az irányba, majd később jött vissza, akkor azt kell mondanunk, hogy az elindított hullám az mindig jön visszafelé is, és akkor ez a gerjesztés abba az irányba elindít egy hullámot, az a hullám visszaverődik, és ez a folyamatosan keltett és visszavert hullámok interferenciája felelős azért, hogy itt ekkora tágasságú rezgés alakul ki. Persze ezt mindenki mondhatna, hogy na ja, persze már megint a fizikatanár kiállt az órára, és akkor mondja az okosságot, és semmi bizonyíték nincs. Na akkor most figyeljetek, egy kicsit nagyobb fordulatszámra fogom hangolni ezt a berendezést. Egyszer csak azt veszük észre, hogy már nem olyan szépen rezeg ez a rugó, vagy hullámzik, ha úgy tetszik. Egyszer csak azt veszük észre, hogy olyan zavaros történet lesz. Még a kicsit az első sor izgulhat, hogy elszáll a rugó, vagy esetleg egy újabb módus fog kialakulni. Ugye ezt látjuk, hogy egyre nagyobb és nagyobb, tágasabb lesz a rezgés. Most jött elő ez az állapot. És egyszer csak azt vesszük észre, hogy ki letisztul, ajjaj, itt valamit túlléptünk ezen a rugón, de se baj. Elnézést, odébb tesszük ezt egy másik kísérlet miatt, nem az a beállítás volt, amit én szerettem volna, de egy fél másodperc és már ott vagyunk. Igen. Tehát itt van ez a rész, megint csak körpályán gerjesztünk, tessetek megnézni. Azt is látjuk, hogy a két vége csomópont, de a közepén levő duzzadó hely eltűnt, kialakult benne egy csomópont, és most már tessék nekem megmutatni, hogy ki az, aki ide rákényszerít, hogy itt az amplitúdó nulla legyen. Megtaláltuk az interferencia jelenséget. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez itt önmagától úgy alakul ki, hogy az onnan érkező hullámok, meg az innen érkező hullámok egy rezgésállapotot adnak létre, két rezgésállapotot összeadjuk, és ezeknek az amplitúdója éppen nulla. Itt, ezen a helyen, folyamatosan. Ezért hívjuk ezt álló hullámnak. Nagyon lényeges, itt is kialakult két duzzadóhely. Az egyik a végétől egy negyedre, a másik a végétől, a másik végétől egy negyedre, tehát a duzzadóhelyek között a távolság az lambda fél, vagy ha úgy tetszik, a hullámhoz fele. Ha most tovább nézzük a fordulatszámot, tovább növeljük a fordulatszámot, majd azt lehet megfigyelni, hogy ez a hely, amit most itt mi csomópontnak mondunk, ez szép lassan elkezd így jobbra-balra oszcillálni. Vagyis azt lehet mondani, hogy az interferencia helye időben nem lesz állandó, hanem szép lassan elkezd oszcillálgatni, és ennek az oszcillálgatásnak az lesz a vége. Most egy kicsit kivárom, mert lássátok, ti nem akarom én lelőni előre a poént. Még mindig növekszik, és egyszer csak elkezd oszcillálgatni. Íme. És aztán, amikor letisztul ez az állapot, akkor három fél hullámot találunk a teljes hullámtéren. 1, 2, 3, 4 csomópont és 3 duzzadóhely. És most már avval kell szembesüljünk, hogy az első módusnál, amikor egy fél hullám volt, itt duzzadóhely volt, a másodiknál itt csomópont volt, és most megint duzzadóhely van. Ez a duzzadóhelyről is mondjuk, hogy interferencia eredménye. A duzzadóhelyet és a csomópontot nagyon könnyű megfigyelni, főleg a csomópontot. Azért beszélünk a csomópontról mindig. És hogyha most megyünk tovább, akkor avval fogunk szembesülni, hogy most nem egy, hanem két csomópont fog vándorolni. A jó szeműek azt is megfigyelhetik, hogy egymáshoz képest hogyan rezegnek, mert az is egy rezgés állapot lesz. És ami nagyon fontos, hogy ezek után ki fog alakulni egy olyan félhullám, amivel egyel több félhullám van benne. 1, 2, 3, 4 félhullám van a teljes hullámhoz tartományon, tehát a csomópontok száma is megváltozott egyel. Menjünk tovább.
föl lehet tenni a kérdést, ennyi idő után már nyugodtan, és tessék, hogy meddig fokozható, összesen hány fél hullám fér rá erre a tartományra? Mit lehet erre mondani? Hát nézzük meg, hogy a rugónak mi a legkisebb egysége, ami még ezt a hullám tulajdonságot tudná mutatni, ami kimerik egy rugó menetet, és akkor egy lent van, egy fönt van, egy lent van, egy fönt van, ez a maximum, de nincs olyan villanymotor, ami ezt meg tudná hajtani, és annyi időnk sincs, hogy odáig föltekerjük, de azt meg tudjuk mutatni, hogyha egy következő módust szintén meg tudunk nézni, most 1, 2, 3, 4, 5 fél hullám van. Az első sorban ülők joggal aggódnak a fotézisük meg a fogok miatt, nem kell aggódni, ez csak a vicc volt. És akkor most jött el annak az ideje, hogy megpróbáljunk egy olyan jelenséget megmutatni, amit viszonylag nehéz, és ehhez megkérem az igazgatórunkat, Gyuri, gyere, légy szíves, kapsz egy eszközt, és valahogy meg kéne kerülni az egészet, vagy átbújni alatta. Inkább kerüld meg, igen. Akartam mondani, hogy itt van, adok neked is, meg nekem is van egy ilyen résünk. Ezzel a réssel tulajdonképpen polarizálni fogunk majd, és akkor azt fogjuk csinálni, hogy te neked ennél a csomópontnál kéne, majd mondom, hogy mit kéne csinálni. Én pedig eljövök mondjuk ehhez a csomóponthoz. Mind a két rés olyan szélességű, amilyen a rugó. Én ehhez a csomóponthoz idejövök, és megpróbálom itt a csomópont környezetében úgy összezárni ezt a... Ilyenkor elég gyakran el szokott hangolódni. Mindjárt várunk egy keveset. Aha, jó. Igen, tehát akkor itt szépen összezárjuk, így, és akkor azt látjuk, hogy a tőlem jobbra levő tartományban a rugó az egy síkban mozog, mégpedig abban a síkban, ahogy ez a rés áll. Itt minden egyes rész körpályán mozog, azon a részen pedig síkban. Érdemes megnézni, mi a tanár úrtól jobbra levő tartományban, ott is mekkora az a rés. Gyuri, az lenne a késő, hogy szép lassan, függőlegesbe forgasd el, de lassan. És akkor azt kell megnézni, hogy a professzor úrtól jobbra levő tartományban a rezgés amplitúdója hogyan változik, gyönyörűen alakul. Még egy kicsit kéne tovább menni, és egyszer csak azt vesszük észre, egy kicsit, azaz, most lehet gyönyörűen látni, hogy kioltott ez a tartomány. Ezen a részen itt polarizálódik a hullám. Azon a részen a sík hullámot tovább polarizáljuk, és kioltás van. Ha én most elfordítom szép lassan, akkor érdemes megfigyelni, hogy hogyan növekszik a rezgés tágassága abban a tartományban, mert a tanár úrtól jobbra figyelhető meg. Amikor a két rés teljesen párhuzamos, akkor teljes amplitúdóval rezeg. Amit most láttok, amit látnak, az nem más, mint a polarizáció jelensége. Mechanikus hullámon mutatjuk be a polarizációt, és ez a mechanikus, köszönöm szépen, ez a mechanikus polarizációt, amikor az ember látja, akkor egész biztosan könnyedébben fogja megérteni, mit jelent az, amikor a fény polarizációjáról beszélünk, a fény polarizációját fogjuk majd tanulmányozni. Hát egyetlen egy dolog maradt, egy kísérlet maradt hátra, és hát mivel lehetne elköszönni, mint egy unalmas kísérlettel? A helyzet az, hogy maradt egy kis cseppfolyós nitrogén, és a cseppfolyós nitrogénről szeretnék egy kicsit még visszatérni. Azt néztük, hogy a cseppfolyós nitrogén az folyadékhalmaz állapotú, szintelen, szaktalan, kristálytisztán átlátszó. Ha összehasonlítjuk a víznek a tulajdonságával, azt lehet mondani, hogy nagyon hasonlít. A sűrűsége az 0,9 kg per köbdeciméter. Azt is tudjuk mondani, hogy az átlátszósága stb. Mindben megegyezik. A molekula méretük sem nagyon tűnik különbözőnek. És mégis a kettő folyadéknak több mint 300 Celsius fok a forrásbéli különbsége. A kérdés, hogy mi lehet ennek az oka? Tehát az a kérdés, hogy cseppfolyós nitrogén és a víznek a forrás különbsége mitől ilyen borzasztóan nagy? Miért van ilyen távol? Hát azt lehet mondani, hogy ha megkérdezzük, hogy mikor indul meg a forrás, mindenki nagyon jól tudja, a részecskéket összetartó kohéziós erőt legyőzi a rezgés állapotból származó rész, és a részecske fogja magát, és a
folyadékból kiszabadul, önálló életet kezd élni. Ehhez le kell győzni a kohéziós erőt. A kohéziós erő az egyikben kicsi, a másikban nagy, ez lesz a forrás okának a különbsége. Ez teljesen világos. A cseppfolyós nitrogénben csak úgynevezett van der Waal féle erők vannak, van egy negyedikes, ők már tanulhatnak a van der Waal előről, mármint 12-es gimnazista. Ugye a van der Waal erők azok nagyon csekélyek, ezért már alacsony energiaszinten őket föl lehet szaggatni. A víznél pedig nem csak van der Waal erők vannak, hanem a vízmolekulákról mindenki tudhatja, hogy a pozitív és negatív töltések tömegközéppontja nem esik egybe, ezért aztán ezek dipólus molekulák. Ezek a dipólus molekulák, amikor egymás mellé kerülnek, azok elkezdik vonzani egymást úgy, hogy a pozitív fele a másiknak a negatív felét is szépen összetapadnak. Hogyha megnézi valaki a víznek, a folyadéknak a szerkezetét, akkor azt lehet mondani, hogy ilyen klaszterekben rendeződnek. Ezek a klaszterek 60-80-100 víz molekula így összetapad egy ilyen nagyobb pacsába, egy ilyen csomóvá, hát, ha így akarnám mondani. Dögunalmas, ugye? Na, várjatok, mert hát most jön a drámai fordulat. Szeretnénk, ha ennek adnánk bizonyítékát, hogy a víz ilyen nagy csomókba rendeződik, azért, mert az elektromos természetű erők miatt klaszterekben rendeződik, és a cseppfolyós nitrogén meg ezt nem tudja. No, akkor hogyan lehetne eldönteni? Nézzük meg, hogy milyen tulajdonságai vannak a cseppfolyós nitrogén molekuláinak, ezt már nagyjából megbeszéltük. A klaszterekről is elmondtam, hogy 60-80-100 részecske van összeragadva egy csomóba, vagyis a klaszterek sokkal nagyobbak. Ez a lényege. Hogyan lehet ezt, erről bizonyságot szerezni? Hát, egy szűrőbe, ha betesszük, a szűrőbe mit lehet tenni? Ha például beleteszünk a szűrőbe, tudom is, mákot meg diót, akkor ha jól válogatjuk meg a szűrőnek a méretét, a mák átmegy, a dió meg fönnakad. Na, ilyesmi kísérletet gondoljatok el, és akkor a szűrő az itt van, de eldugtam. Itt van a szűrő. Ez egy férfi nyúlszőr kalap. Nincs rajta lyuk, ugye? Van, csak nem látjunk ki rajta, de úgy luk nincs rajta. És ez a alap, ez azért készül így, ilyenre, mert hogy amikor a férfi ember az esőbe megy, akkor az nem áll a feje. Nem tudom, ki látta, volt egyszer egy Vadnyugat című filmet, annak a legelején, hogy az egyik várakozón, vonatra várakozó, hogy a cseppekbe folyik be a víz, és a legvégén, mikor jön a vonat, így fogja és megissza. Vagyis a víz nem megy át rajta. Ez a kalap is ilyen, viszont a cseppfolyós nitrogén meg átmegy rajta. Nézzétek meg, hogy hogyan. Beleöntöm, és így kifolyik rajta. Olyan baromi gyorsan folyik át rajta a cseppfolyós nitrogén, hogy ez a kalap már alkalmas arra, hogy elköszönjek és megköszönjem, hogy eljöttetek viszontlátásra. Jövőre várlak benneteket. Annyit szeretnék elmondani, hogy a Műegyetem, köszönöm szépen, a Műegyetem Fizika Intézetének záró rendezvény.